Isten áld meg a magyart, jó kedve hűsége. Nyújtsd feléje védőkart, hadd közd ellensége. Köszöntjük a Makóvárosi Televízió nézőit, Botján Róbert kollégámmal próbáljuk ezt a mai boxgálát közvetíteni. Mivel azonban annyira nem vagyunk szakavatottak a box szabályrendszerben és a Thai box szabályrendszerben, ezért segítséget hívtunk a mai délutánra Oltványi Dávid személyében, aki háromszoros magyar bajnok és válogatott boxoló. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, én köszönöm egyrészt a meghívást, ugyanakkor üdvözlöm én is a nézőket. Megtisztelő volt számomra, hogy Márton Imre ezzel a feladattal látott el. Ugyanakkor viszont örülök is neki olyan téren, hogy elég sok szegedi, illetve a környék beli városokban is olyan versenyző van, akit személy szerint is ismerek, valamint napokban is együtt tudok vele edzeni, úgyhogy érdembeli taktikai információkat is tudok majd közölni a mérkőzések között, úgyhogy bízom benne, hogy minél sikeresebb és tartalmasabb kommenteket sikerül nekem is így innen a háttérben majd hozzáfűznöm ehhez. Közben ugye a nézők már látják, hogy elkezdődött az első ökölvívó mérkőzés, Török Edvárd Hódmezővásárhelyről és Merész Zoltán Szegedről csapott össze. Ugye ők 33 kg-osak és serdülő korosztályban vannak. Mit kell tudni erről a korosztályról? Ilyen idős korban érdemes már versenyezni? Így van, tulajdonképpen hivatalosan is azért lett ez meghatározva ez a korosztály, mert hát ebben a korukban már a srácok érett fizikummal, valamint lélekkel is rendelkeznek, tehát ebben a súlycsoportban már, illetve korosztályban már tulajdonképpen érettek az ökölvíváshoz. Tehát itt már bele lehet kezdeni ugye a versengésbe. Most, legtöbb helyen már azért ugye 10-12 éves korban leszoktak jönni ugye a srácok, sőt ez sok helyen úgy kérik is, hogy ez alatt úgy ne nagyon jöjjönnek, mert még nem biztos, hogy annyira le tudja őket kötni egy-egy edzés, mert ugyebár nem egy olyan látszólag egyszerű, valójában pedig egy nagyon összetett sportról beszélünk. Ugye a keménysége miatt is én magam is azt javaslom mindig, hogy általában azért az 10-12 éves kort azért várják még ugye a fiúk, lányok, még elkezdik ugye ezt a szép sportágat. Közben köszöntöm én is a kedves televízió nézőket, itt Rász Csaba kollégám is, Oltványi Dávid, a szakkommentátorunk, elbeszélte közben az időt, és most sikerült alkalmam, hogy bejelentkezhessek én is. Úgy itt a felvezetésben hallottuk, hogy három csapat részvételével zajlik ez az emléktorna, ugye a makói budóklub, maga a szervező, a szegedi boxklubból, illetve a hódmezővásárhelyi boxklubból érkeztek. És ha jól tudom, Dávid, akkor te Szegedben meg is fordultál. Úgyhogy igazán különleges neked ez a mai este. Való igaz, 14 éve sikerült már az ökölvívással megismerkednem itt a Szeged Boxklubban. Úgyhogy elég sok versenyzővel, akik még jelenleg is csinálják, közösen tudtunk együtt edzeni, és most valóban tehát az ő felkészüléseket is tudtam egyúttal segíteni. Úgyhogy tényleg aktuális, hál' Istennek, hogy ennyi ismerős van itt, úgyhogy érdemben is tudok akkor majd úgy nyilatkozni róluk. Közben az mérkőzés zajlik, és úgy látom, hogy a kék sorokban Merész Zoltán elég aktív, és elég kemény csapásokat mér ellenfelére. És már véget is ért közben a második menet. Beszéltük is, hogy a kisúlyuk ellenére, hogy tényleg 33 kilóról beszélünk, olyan lelkesedése ugranak sokszor egymásnak. Szó szerint csattognak, csak úgy a pofonok. Tényleg Zolika is lent nálunk edzésre kiemelkedő, ugye a lelkesedése, meg az a fajta rajongása, ahogy a ökölvívás felé, amit az ökölvívás felé mutat. Úgyhogy öröme számomra is, mikor ilyen fiatal srácokat ilyen ambícióval tudok lent látni. Boxsal kapcsolatban nagyon sokszor hallom én a szülőktől, mikor a kis srác hazamegy, hogy ő szeretne boxolni, féltik, hogy megsérülsz, bucira verik a fejedet, nem neked való, menjél valami más sportot, keresél, focizzál, kézilabdázzál. Nem veszélyes ilyen fiatal
gyerkőcöknek a box? Nem. Tehát ezt még mielőtt belekezdek, határozottan kijelentem, hogy nem. Pont azért, mert a szabályrendszer, az orvosi gárda, ami a mérkőzéseket felügyeli, olyan szigorú megkötéseket ad, hogy tulajdonképpen a bármi más sportágban ugyanekkora, vagy azt jelentem, hogy akár nagyobb a sérülés veszélye, mint a bunyóban. Tehát nagyon kontroll alatt vannak tartva minden téren, persze külön felelősség azért náluk úgy az edző részén rajta van. És ugye amatőr ökölvívó mérkőzéseket láthatunk, és az idei évben eltörölték, ha jól tudom, a fejvédő, de itt a gyerekeken mégis van, ez miért van így? Ez pont hogy az egészségük megvédése érdekében, sőt ebben a korosztályban még a hivatalos versenyeken is náluk még a fejvédő előírás, pont azért, mert tényleg azért nagy mértékben, tehát a sérülések nagy részét az összefejelés okozza a meccseken. Függetlenül, hogy a kiütési pontokat nem védi, de azért kellően óvja az egészségüket. Úgy látom, szépen támadnak fejre is, folyamatosan fejre próbálkoznak, testütést kevesebbet láttunk eddig, de nagyon aktívak. Így van, nagyon aktívak, tehát pont a nagy hívet látni mind a két versenyzőnél, szóval az látszik, hogy hatalmas nagy küzdőszellem, ugye most belecsaptak, ez az első lehetőség, mind a kettő család, barátok őket látják, sőt még a tévé is közvetíti. Bizonyítani akarnak. Bizonyítani, hogy megfeledkeznek mindenről, ami egész ideig ugye az edzésen zajlott, de viszont óriási nagy lelkesedés. Amelyik ők itt meg tudja valósítani a saját kis tudását, általában ők szoktak győzni. Ők ugye még serdülők, tehát 14 év alattiak. Mikorra fork egy boxolónak, egy amatőr boxolónak a technikája? Tehát mikor vált az erő és a lelkesedés át mondjuk profizmussá? Tehát mikor gondolkodik, észre próbál boxolni? Én úgy gondolom, illetve a személyes tapasztalataim alapján is én úgy vélem, hogy az ilyen 17-18 éves kor az, amikor tényleg úgy beérik az ember a bunyóhoz. Ez alatt értem azt, hogy tényleg a stílusa is rögzít, tehát az, hogy tulajdonképpen verekedő, elmozgó stílus. Tehát magyarán azt a általánosságban vett érettséget körülbelül ebbe a korba érik el úgy a versenyző. Robi? És már véget is ért közben az első mérkőzés. Döntetlenre hozták el a bemutató mérkőzés. A legelső török Edvard is Meri Zoltán közt. Így van, ilyenkor mindkét srácnak felemelik a kezét, sőt ez bele se kerül a sportkönyvükbe, ez kellőképpen úgy felmérte őket, mégis hanyadán állnak, milyen stressz alatt boxolni, ez számukra. Az edzők is tud ebből tanulni. Pontosan, sőt ebből tudnak a legtöbbet tanulni, ez is le lehet mozgolódni, de itt derül ki, hogy hányadán tartunk tulajdonképpen. Meg tulajdonképpen az is kiderülhet, hogy edzésen lehet, hogy ismerősök között másképp mozog valaki, mint mikor egy vadidegen emberrel kell szembenni, olyan, akit még nem látott. Rengeteget számít, sőt, valakinek a stílusa és az egész mentalitása is megváltozik egy-egy éles szituációban. És pont azért is preferálják nagyon az edzők, hogyha még nem is versenyek, de úgynevezett pofonpartikra eljárnak, hogy egy ilyen stressz, illetve nyomás alatt tudják bizonyítani a tudásukat. Tehát nagyon sokat számítanak ezek, és előnyékre válik a ökölvívóknak. Közben pedig Erdei János a híres ökölvívó unokája adta át a két kupát a két fiatal lurkónak. Így van, hiszen azt mi nem mondtuk el a bevezetőben, ugye a showban kiderült, hogy Erdei János emléktornán vagyunk itt, ugye a negyediken. Erdély Jánosról néhány szót mondjunk el a nézőközönségnek azért. Pár nap hiány, egyébként 101 éve született Erdély János 1912-ben, és hát igazán szép karriert futott, bejátszott Budapesten is, és utána a makóiak pályafutását egyengedte, sőt még a válogatottban is megfordult. Európa-bajnokságon ért el harmadik helyet, méghozzá 51-ben Milánóban. Jött az olimpia neki 52-ben, méghozzá Helsinkiben. Ott egy ötödik helyen kellett beérnie, és végül 53-ban fonult vissza, majd pedig 56-ban vissza is jött egyébként Makóra. Ezt na és az első pedig makói fiatalember is megérkezett a ringbe pár egyből ketten bolivért érkeztek, hiszen Nagy Renátó is a Makó Budó Klub játékosa. Szintén három szóval egy percben fognak megmérkőzni. Piros színekben láthatjuk Pál Olivért. És öröm hallani, hogy a közönség szó szerint felhördül. Tehát ez micsoda élmény lehet. Ugye igaz, hogy nekik megszűnik a külvilág, de ez hatalmas. Tehát magamról is tudom, hogy mit jelent az, amikor tudom, hogy barátokat látják, hogy ott bizony belépek egy szót, egy férfi a sportág, hihetetlen milyen élményt tud okozni egy fiatal srácnak egy ilyen mérkőzés. Profi mérkőzéseken se véletlen van az, ugye, hogy sok vita van, hogy hol tartják a mérkőzést, tehát hogy kinek az otthonába tartják. Rengeteget számít. Ugye pláne náluk még annyival, hogy annyira úgy érzem, még ugye ragaszkodok barátokhoz, hogy szülőket, hogy náluk még halmozottan ez érvényes. A Rocky filmben nem számított Rockynak, hogy Oroszországban volt a meccs. Először kikapott. Nem? Na, nézzük. Elkezdődött az első kékben menet, pedig az első Nagy Renátót láthatjuk. Egyenlően beszorult a sarok felé, most táncolt el onnan.
Igen, ők jobban tartják a távolságot, mint az előző páros, úgy látom. Óvatosak. Tartják, viszont úgy meg lehet figyelni, hál' Istennek, mind a két srácnak, hogy a védekezésre mennyire figyelnek. Tehát látom, hogy ez már belék van rögzítve, kéz fönt van, folyamatosan ellépnek egymástól, de oda van szegezve az állékot. Ez elsősorban, mert tényleg azt mondják, jó védekezés, félgyőzelem, ezt már látszólag nagyon el is sajátították. Ez az alap. Ez itt az volt alap. Egy kifordulást láttunk az előbb, meg is állította a bíró a mérkőzés. Hoppá! Hopp, egy földre kerülés. Így van, lendületben benne volt, úgyhogy nem nagy ütéstől, hál' Istennek, ne is tapasztaljuk. Ez egy kicsit már nehezebb súlycsoport egyébként, ők már a 38 kilóban szerepelnek, ugye imént a 33-asokat láthattuk. És lehet ismételten. Véget ért az első menet. Nem tudom, ez a földre kerülés, ez csúszás miatt lehetett, vagy maga az ütés lendítette ki? Ő a ütés, tehát lökés volt tulajdonképpen az ütésbe, annyi, hogy az egyensúlyából kilökte őt, és az amiatt került ugye a földre. Hál' Istennek nem jellemző, hogy tulajdonképpen ilyen fiatal, vagy kis súlyba kiütés, illetve leütés legyen, de erre külön a bírók még nagyon is odafigyelnek, szóval tényleg az folyamatosan rajtuk a szemükben, még meg is bot, inkább megállítja a mérkőzést, adott esetben rá is számol, csak hogy az egészségét olja, tehát az első számú szempont. Profi boxmérkőzéseken rengeteget látunk, ugye sportcsatornák közvetítik, folyamatosan nagyon nagy divatja van most a profi boxnak. Ott annak a szabályrendszerét sokan ismerik. Amatőrben ugyanúgy van például rászámolás, hogyha földet ér a tér, vagy valami? Nem, így van. Tehát a amatőrnél a bíró megítélésétől függ, hogy mikor számol rá. Tehát, hogy a bíró azt látja, hogy úgymond átszalad egy ütés a versenyző, tehát magyarán egy kicsit zavarossá válik a tekintete, de nem került a földre, ő már mindjárt a számolással kezdi. Pont ez óriási nagy különbség az amatőr meg a profi között, hogy itt tényleg egy mérkőzés anélkül is véget érhet kiütése, vagy hát ő technikai KO-val, hogy a versenyző nem került még földre, és tényleg még egyszer hangsúlyozom, ezt kizárólag az egészség megőrzése érdekében. Na, ez zajlik a második menet. Úgy, ahogy az elsőben láthattuk, igen. Olivier elmozgásokkal próbálta idáig ugye kizökkenteni az ellenfelét, míg Renátot, ahogy látta, hogy időnként úgy beront úgy az ütőtávon belül. Ilyenkor még tulajdonképpen ezek ösztönök később is ösztönből jönnek ki, hogy nála, amit tud, ő már szeretné megvalósítani. Ezt megint csak nagyon jól látja. Jónak tűnik a lábmunkája. Sokat mozognak lábon. És hál' Istennek, ez az a jó, tehát tényleg az ökölben a lábmunkán nagyon sok múlik. Látom itt is az edzői munka már itt ebbe is kijött. Belék van, ez nem lehet magától tulajdonképpen, nem tanulja meg egy kisgyerek még ezt az ökölvívásba. Neki készülnek még az ütéseknek azért, hogy le lehet olvasni, hogy mi következik. Ezt szoktuk ilyenkor mondani, hogy telefonál egyet ütés előtt. És letelt a második is. Egy perc. Mit tud ilyenkor az edző mondani? Mi történik a sarokban? Világot nem tud ilyenkor megváltani, tehát több részt is tudom mondani, rövid, apró taktikai utasításokat tud adni, de ilyenkor tényleg a versenyző bármilyen rutin olyan stresszben van, hogy ilyenkor nem lehet úgymond átformálni. Ilyenkor vagy megnyugtatja, vagy pedig feljebb spanulja. Tehát ez komoly pszichológia eldönteni azt, hogy kinek melyikre van szüksége. És tényleg itt megint csak az edzőnek a felelősségét tudom ebben kiemelni. Hát, ha látunk majd komolyabb, nagyobb súlycsoportú mérkőzéseket idősebb versenyzőktől, ugye amikor valaki küzd és bent van a ringbe, akkor ő tulajdonképpen egy módosult tudatállapotban látja a világot és a környezetét. Az edző viszont kívülről lehet, hogy meglátja olyanokat, amit ő bentről nem. Ezeket valahogy át lehet adni a ring sarokban? Át lehet, de tényleg úgy még egyszer ezt merem hangsúlyozni, hogy nagyon minimálisan. Tehát úgymond ilyenkor lehet dolgokat. Tehát például olyat mondom, hogy ideig ment előre, tört, agresszíven ment előre egyből, és azt mondja, innentől kezdve húz maga. Tehát ilyen apró dolgokban, ami mégis a meccsképét meg tudja változtatni, tud ráhatni a víró. Persze ez versenyzője válogatja, hogy ki mennyire tudja ezt megvalósítani, akár a stressz, illetve odafigyelés miatt. Összegzésként elmondhatjuk, hogy egy jó edző az jó pedagógus is gyakorlatilag. Sőt, szinte összefüggés és párhuzamban van a kettő, így van, tehát anélkül nem is tud menni. Anélkül, akinek nincs pedagógiai készsége, nem is fogja tudni megvalósítani azt, amit ki szeretne hozni a versenyzőből. Szóval így van a feltétel tulajdonképpen. Valakibe ösztönöse, valakibe iskoláltal, de benne van, így van. Na, az utolsó menet zajlik közben. Hosszú, másodpercig csend. Hoppá, méregetik egymást a versenyzők, most megint egymásnak feszülnek és visszalépnek. A taktika ugyanaz. Beugrok, ütök. Nagy Renátó szép találatot vitt be közben. Már kezd is átvenni úgy egy kicsit úgy az irányítást, tehát úgy érzi már, hogy már a kezében is, és már egy is sűrűbben kezdeményez, mint Olivier. Azt látom, hogy ebbe az utolsó menetben kicsivel aktívabb Renátó. Uh-huh.
mintha nem találna a helyét a ringben Pál Oliver, én most úgy láttam, oda is nézett, hogy a ring meg sarkán van. Így van, ez még ő bennük van, tehát tényleg ilyenkor az, hogy keresni a saját sarkát, tudni azt, hogy hol van. Ezek a dolgok még el tudják vonni ebbe a korba úgy az ő figyelmünket, de ugyanakkor viszont rengeteget tudnak profitálni egy-egy ilyen mérkőzésbe. Tehát szó szerint az, hogy a ringben van nagyon sok helyen, sajnos is meg az a lehetőség, hogy a szorítóba edzenek az ember. Itt ez ilyen téren is, hál' Istennek, nekik csak előnyükre tud válni. Mi zajlik le egy versenyzőbe, akár benned, amikor véget érnek a menetek, és túl vagy a mérkőzésen, megváltozik valami? Én saját magamról beszélem, hogy felszabadulás sokszor bennem döntetlen. Szintén ez a mérkőzés is bemutatom mérkőzésként. Főmérték egymást. Ők magukban nagyon jól tudják, ösztönből érzi az ember, hogy megnyerte ezt a mérkőzést, vagy elveszítette. Tehát ilyen téren nincs is szükség úgymond eredményhirdetésre. És visszatér az előzőre, tehát amikor vége van, lefújnak, legongatják a mérkőzést, megváltozik valami? Tehát minimálisan, tehát úgy mondom, hogy akkor is még az ember annyira úgy föl van pörögve, annyira úgy... Így van, szó szerint kalapál még ilyenkor az embernek a szíve, kapkodja a levegőt, tehát ilyenkor még olyan stresszben, hogy sokszor nem is emlékeznek még az emberek, hogy mi történt az eredmény, és pont azért, mert annyira tele van adrenalin, ahogy te is említetted. Közben pedig Marosvári Attila, a polgármester adta át most a két fiatal játékosnak, ugye ez a mérkőzés is döntetlen ért véget, és ha minden igaz, akkor Tóth László és Körömi Erik fog egymással megküzdeni. Körömi Erik a makói fiú, és Tóth László pedig a szegedi csapatot erősíti. És ők ugye már ifi korosztályúak, tehát 14 és 16 év közöttiek. És 64 kilós most már ez a súlycsoport. És a fejvédőt hiányolja egyenlőre. Így van, itt már látjuk, hogy már a fejvédőt hiányolja, attól függetlenül, hogy akkor itt valószínűleg elő van már írva szabályszerűen, hogy nem kötelező a fejvédőnek a viselése. Ugye itt is a egészség megóvása érdekében külön felszólította a vezetőbírő, aki ilyenkor többek között még a szuszpenzort, más nevű herevédőt is ugye ellenőrzi, valamint a fogvédőnek a meglétét. Tehát nagyon, nagyon nagy figyelmet fordítanak az egészségre. Közben megkaptuk a későbbi mérkőzéseknek is a párosítását, hiszen lesznek ma nem csak box, hanem Thai box mérkőzések is. Makú-Szeged párosítás, két alkalommal is, ha jól látom. Lesz kickbox mérkőzés, női kategóriában, light contactban, point fighting is lesz. Itt két férfiú fog Makóról megküzdeni egymással. Lesz még szintén kickbox mérkőzés, ahol Makó Evelin ugye világbajnoki kickbox versenyzünk Tombász tímával fog megküzdeni. Lesznek ezen kívül még Thai box mérkőzések, és ugye most kezdődik a harmadik box. A harmadik mérkőzés valóban. Piros színekben láthatjuk tehát Tóth Lászlót. Szegedről. Egyből már észrevesznek sokszor úgy az emberek, hogy rendező, hogy fordított alapállásúak. Tehát tulajdonképp az, hogy a bal keze van tulajdonképp hátsónak Eriknek. Ez technikában és taktikailag is ilyenkor azért változtatni kell ilyen ebben. Külső megfigyelők ilyenkor ezt azért szokták figyelni, illetve mert is azért sokat számít már ilyenkor, hogy mégis milyen alapállású, másképp kell teljesen boxolni, másfajta technikával és taktikával. Százalékban milyen gyakran fordulnak elő fordított alapállású versenyzők az amatőr boxban? Most így hasraütésszerűen úgy tudom mondani, hogy 10 párból egy. 10 párból egy, vagy 10 emberből egy, aki fordított alapállású. Előnyt jelent? Számukra. Tehát a fordított alapállású, értelemszerűen, hogy több normál alapállásúval találkozik, viszont általában akkor van úgymond egy kis gigszer, hogyha ő maga is egy fordított alapállásúba. Szóval tényleg nem egy alkalommal már rutinos versenyzőként őket is láttam, hogy megzavarja őket ez a fajta felállás. Erre lehet készülni edzések során, tehát próbálnak versenyek előtt hozni balkezes ellenfelet, hogyha olyan mérkőzés következik? Így van, érdemes, meg kell is rá erre, így van, mert teljesen már, tehát ő meg tudja változtatni ugye a stílusát ugye az ökölvívónak emiatt, szóval érdemes, erre figyelembe kell venni, hogy így van, erre is az esetőségre fel kell készülni. És közben láthatjuk, hogy életpróbáknak megfelelően valóban sokkal gyorsabb, sokkal dinamikusabb ez a találkozó, a két ifi korú. És ugye 64 kilóban boxolnak, de mind a ketten jó kötésűek, ahogy így nézem, atlétikus izomzattal rendelkeznek, és gyorsak, kemények. Így van, és ezek mellett már látszik, hogy már egyfajta érett gondolkodás is van. Tehát nem indítanak el, idézőjelben mondom, ész nélküli támadást, kiméregetik egymást, ugrazgatják most is. Laci anélkül ugrott előre, hogy csak a feje volna, egy kicsit ugrazgat el, figyelik egymást. Tehát ezek a tudatosság, ugye ez már ebben az életkorban az, ami kijön az edzésmunk, hosszú edzésmunk és a rutin után. Hát egy ránézésre kicsit vékonyabbnak tűnik körülmelyik, de ennek ellenére jól állja a sarat. Most feszülnek ott egymásnak a ring közepén. Láthatunk Lászlótól.
De miért szól neki a bíró? Alkalmas volt egy picit talán? Így van, tenyeres, egészen konkrétan tenyeres, ami ugye szabályellenes, tehát azért szólnak is a bírók, és ezeket be is tartják. Jóval szigorúbban ismét, mint a profi mérkőzéseken. Ahogy látom, egy egész izgalmas, úgy nagy pofonok csattannak, már súlyoz meg korsoborozó súlyozó, úgyhogy jöjjön, ezt nézze nekem, és kívülállóként, mert idáig sok edzésen boxoltam a piros sarokban lévő Lászlóval. És ugye a papírunkon az van, hogy ez már nem bemutató mérkőzés, ennek értelmében látszik, hogy keményen hajtanak is a fiúk. Hogyan pontoznak itt amatőrben, a pontozóbírók mire figyelnek, számolják az ütéseket? Annyi, hogy a pontozási rendszer most az idén változott meg, ami már a profi ökölvíváshoz hasonlít. Annyira részleteiben nem akarok belemenni, ezzel kicsit elfelelve az, hogy én magam sem vagyok annyira benne ott. A lényeg, hogy tulajdonképp az ütésszámot nem, sokkal jobban figyelik ilyenkor már a kezdeményező képesség, ki az, aki irányít, ki az, aki uralja a szorítót. Szóval egy kicsit objektív lett az egész pontozási rendszer, ami az én meglátásom szerint azért jót fog tenni az amatőr bunyónak. Na hát véget ért az első menet. Közben a fogmérőt előttünk tisztították meg. Van, aki állva, van, aki ülve. Pihen, ezt láttuk több profi mérkőzésen is, hogy ez megszokás kérdése, vagy aki állnak több levegő jut, mi alatt? Teljes mértékben ez megszokás kérdése. Valaki ülő pozícióba tudja jobban kipihenni magát, valaki arra esküzik, hogy álló pozícióba tüdő jobban tud levegőhöz jutni. Ez így van, megszokás kérdése. Innentől kezdve az felesleges, és vagy sokszor elmosolyodok, hogy azt mondják, leült az ellenfel, el van fáradt, nem. Tehát nem szabad ilyenből kiindulni, hogy melyik az, aki állva ülve, megszokás kérdése ez. Látjuk is egyébként, hogy Körömi Erikát legyezik itt előttünk. Így van, tehát a bunyó közben sokkal jobban kiderül, hogy ki az, aki már fáradta, vagy jobban kivett belőle az adott meccs heve. Második menet, az első menetet kinek adjuk? Voltak kemény pofonok. Ahogy én itt néztem menet közben, én a piros sarokban lévő versenyzőt aktívabbnak látom, pontosabbnak egy kicsit. Így van. Tehát igen. Ugye aktivitása ez is, meg pár tiszta találat alapján is az első menetet merném neki odaadni, sőt tiszta szívem merem odaadni, úgy mondom, hogy megítélés szempontjából. Nincs kizárva, hogy most a kék sarokban lévő Erik egy kicsit váltani fog, ilyenkor az edzői utasítás az jön a sarokba, hogy igen, ez egy kicsit ez az, amiben váltani kéne. Szóval nem tartom kizártnak, hogy akár vagy aktíva, vagy egy kicsivel pontosabb támadásokat fog kezdeményezni. Na hát nézzük akkor a mérkőzést. Ismételten azt láthatjuk ugye, hogy Tóth László kezdeményez pirosban. Igen, gyorsabbnak tűnik, és több kombinációt üt, tehát nem egyeket üt, hanem akár 2-3-as, 4-es kombinációkat is megpróbál. Így van, ezzel azon kívül, hogy nyilván nagyobb szám alapján is, tehát nagyobb esély a találatra, de még a bírókra is tud ezzel ráhatást lenni, szóval tényleg az, hogy aktívabb is, ráadásul sorozatokkal is bekezd, ennek mindig megvan az eredménye. Szóval tényleg én magam is annak híve voltam, hogy sorozatokkal, igenis minél több sorozattal lehet egész jó mérkőzéseket összehozni, illetve megnyerni. Hát úgy tűnik, hogy bevált, hiszen remek eredményeket értél el. Egyen utólag bízom, mert már sose magamról soha nem mondok ilyenek, hogy azért úgy másnak, úgyhogy öröm azért az ilyet visszahallani. Köszönöm szépen. Ez ugye a harmadik mérkőzést, amit látunk, ez most véletlennek köszönhető, a korosztálynak köszönhető, de én azt látom, hogy sokkal többet támadnak fejre, kevés testütést látunk az eddigi mérkőzéseken. Így van, tehát kevés testütés volt, való igaz. Itt most ezen a meccsen egyszer-kétszer láttam, hogy László úgy bekezdeményez a testen, holott óriási nagy szükség van rá, és ez tényleg minden edző súlykolja a versenyzői vele, hogy igenis testen, fejen kell dolgozni, ugye már ezzel meg van bontva mind a védekezés, mind a figyelme az ellenfélnek. Tehát most láthatunk éppen egy gyönyörű szép jobb egyenet, utána egy elhajlást Lászlótól. Most azt veszem észre, hogy egy kicsit magára húz, lehet, hogy ráült egy kicsit László az eredményére. Magára húzza szépen, megpróbál most hátrafele boxolva találatokat szerezni. Sokszor azt mondják, hogy védekezésből könnyebb kontrázni. Való igaz, mint egy nyílt sisakos támadás, amivel egyúttal védekezésre kényszerítem az ellenfelet, plusz nyitottabb is vagyok az ő támadás, illetve védekezésének. Könnyű vele gyalogolni egy. Való igaz. Föltartó egyenesbe például. És Körömi kapott közben két fejütést az elmúlt néhány pillanatban. Eriknek föl kéne pörgetni egy kicsit magát. Az utolsó másodperceket meg kéne hajtani, hogy jó benyomást tegyen a bírókra, de összeakaszkodnak most is. Való igaz, egy kicsit emelni kéne, egy kicsit változtatnia kellene, hogy a második menet is az ő, vagy hát konkrétan a behozza a lemaradását, mert egyelőre még engedi Lászlónak a kibontakozását, aki szépen meg is valósítja azt a bunyót, amit ő eltervezett. Szóval itt jóformán azon múlik, hogy melyikőjük tudja ráerőltetni a saját bunyóját az ellenfélre. Egyelőre még a Lászlónak sikerül ugye ezzel a mérkőzésre. No, hát a második menetel is túl vagyunk.
tudom, Makó fele húz a szívem, de azért úgy látom, de hát a realitást látjuk, hogy a realitás, igen, hogy a szegedi versenyző Tóth László erősebbnek, pontosabb tűnik egyenlőre. Hát bízunk benne, hogy az utolsó menetre kiegyenlítette csatáthoz már tényleg csak amiatt is, mert ugye a személyis meg a körülvívó rajongók is jobban örülnek nyilván egy olyan úgymond parázsló mérkőzésnek, ami persze lehet győztes, vesztes, de mindig ugye azt várják az emberek, hogy egy parázsló mérkőzés alakulja, aminek áll Istennek itt ezen példa is volt rá, szóval úgy mondom, hogy nem is lehet hiányt szenvedni ezekből. Szóval úgymond nem is kímélik, nem tapogatják egymást, nem látszik, hogy győzni akar mind a két srác. Nagyon magyaráz közben Tóth Lászlónak az edzője, szinte a zsebében van a meccs, mit lehet ilyenkor mondani? Ilyenkor tulajdonképpen megerősíti azt, amit idáig csinált, tehát hogy azt folytassa, hogyha apró hibákat, akár védekezést, az, ami például ilyen-olyan dolgokra, hogy védekezésre figyeljen, tehát apró tanácsokat, tudod, ez ebben, így van, egy perccel az nagyon rövid idő ahhoz, hogy tényleg úgymond megváltoztassuk egy mérkőzést. Ilyenkor ezt próbálja. Most azt veszem észre én is, hogy Erik egy kicsit aktívabban kezd meg, akit gyorsan László próbál visszazökkenteni, de Erik érzi, hogy van most behozni valója. De kicsit statikusabbá vált, nem mozog lábon annyira, hanem úgy próbál beleállni az ütésekbe. László meg elmozog. Tehát lendületesebbnek. Így van, és ettől függetlenül most még beugrásokból próbál László, és sikerrel találgat is úgy ezekből. Szóval Eriknek most jelenleg tényleg egy kicsivel agresszívebb rámenést kellene, tehát több ütéssel sajnos fár. Egy gyönyörű hátsó, ez egy gyönyörű bal kezdés. Próbálkozik tisztességgel közben. Ott is volt László az arcán, igaz, hogy egy szép válaszsal mindjárt próbálja helyre is hozni, hogy az eredmény, tehát nem fogják egymást elengedni. És ugye azt látszik a tévi képernyőn keresztül is, hogy a makói versenyző magasabb néhány centivel, tehát ebből valószínűleg a karja is hosszabb, nem tudja kihasználni ezt az előnyt, hogy messzebbre nagyobb az ütőtávolsága. Így van, nem tudja kihasználni, és konkrétan azért, mert László ütőtávon kívülről mozog, és onnan ugrálgat be. Tehát tulajdonképpen Eriknek most ebben a helyzetben, az én meglátásom szerint, amit én tanácsot adnék neki, ezekbe a beugrásák kellene megelőznie tulajdonképpen, hogy a ütőtávról kívül beugrik, és onnan egy sorozatot indít el. Ez sok szurkálása, amit most körülbelül megpróbált, igaz, hogy fáziskésése, emiatt is jött csak a találat László részéről. Balharog nagyon szépen csattant a kék fejvédőn. De szuflával jól bírják, hosszú idő után távolságban köztük. Mindketten így van. Ilyenkor ez tűnik, hogy a szufla nagy részét azért a stresszt is kiveszi tulajdonképpen. Szóval tényleg azért, meg relatív azért még nagy iramot is diktáltak egymást. Ott egy nagyobb jobb egyenes volt László részéről. Igen, ezt tisztán betalált fejre. Hamarosan. És most kicsit kezdenek pihenni, vagy csak nekem tűnik úgy, hogy kicsit nagyobb a távolság most már, mint az elején. Így van. László ő már egy kisebb könnyedséggel tartja a távolság, annak ellenére most látom, hogy kicsit érzik úgy az óra is neki, reméljük, hogy nincs komoly probléma. Így van, ő már tartja úgy a távolságot, valamilyen szinten érzi azt, hogy előnybe lehet. Ő felszabadult, látszik, hogy ő egy kicsit most felszabadultan boxol, míg Erik már az eredmény után megy előre, kicsit racsolja ugye az eredmény. Ilyenkor kell nagyon-nagyon önfegyelem, hogy ne ugorgassunk be ész nélkül tulajdonképpen. Csak az ütésváltásban azért, hogy utérjük. Szóval ilyenkor kell bődület, nagy önfegyelem, hogy innen tudjon fordítani az ember. Kicsit a kötélhez szorult közben Tóth László, de sikerült kimozognia onnan. Na hát ezt is tanítják, szorítsuk a sarokba az ellenfelet, de hát nem tud vele mit kezdeni a makói versenyző, hiába van a sarokba az ellenfél. És kis tudatosságot is láttam Lászlóban, hogy szinte húzza úgy magára, vagy úgy engedi magára, hogy beugrásból azzal találgassa. Hát véget is érte egész. Véget érte mérkezés. Zsűridőn leadják a szavazó cédulákat, látjuk. Azt hiszem nem lesz meglepetés, hogyha bejelentjük előre a bírókat, megelőzve, hogy valószínűleg Tóth László, a Szegedi Boxklub versenyzője fogja nyerni ezt a mérkőzést. Makujaknak is sebb tapasz a bánatunkra, hogy a szegedi versenyzőnek viszont vérzik az óra, a makujnak nem. Tényleg ettől függetlenül is azt mondom, hogy egész jó meg. Tehát úgy mondom, hogy példaértékű mérkőzést láttunk olyan téren, hogy két viszonylag különböző alkatú és stílusú kövívó csapott össze. És nagyon sportszerű volt a mérkőzés. Az végig, és ez még külön öröm volt, hogy tényleg tulajdonképpen a bíró csak egy-egy elkószált szabálytalanság miatt kellett pillanatra megállítani a mérkőzést, úgyhogy nem is nézzük, hogy lesz-e meglepetés vajon, vagy sem. Tehát 64 kg-os ifi mérkőzés,
eredménye következik, a pontokat számolják össze. Tóth László és Körömi Erik között. Egy hangú pontozásra. Így van. Ez esetben az, hogy minden pontozó bíró őt lát a jobbnak, a egyhangú pontozás tulajdonképpen ezt jelenti. A megosztott pontozásnál az, hogyha egyik bíró ezt, a másik bíró azt hozza ki, tehát ez egyértelműen a László győzelmét hozta, amit való igaz, megérdemelten is nyerte. És hát mi is így láttuk, csak a mi szavazatainkat nem számolják be. Így van, László edző. Kovács Sándor érkezik, Makó Jankar Mászíti képviselő adja át a győztesnek a serleget. És Tóth László tehát Szegedről. Két döntetlen után láttunk egy eldöntött mérkőzést. Tényleg remekül helytállt, ahogy mondják a ring speakerek is. A hazai pálya most nem segített, de megmutatta, hogy nem véletlenül jár ő boxolni. Most már jó ideje, rendesen megtanulta a szakmát. Hát fejlődni kell, meccseket kell vívni, és lesz még ebből több győzelem. És tanulni. Tehát sokszor tényleg, bár ne csináljunk belőle a rendszer, de tényleg egy-egy vereségből többet tud az ember úgy profitálni, de tényleg még egyszer kihangsúlyozom, hogy nem ez az első cél. Ettől függetlenül ez előnyére fog fordulni, biztos vagyok benne. Tudni fogja, le fogja vonni a következtetéseket, hogy mi az, amibe váltani kell a következő közös mérkőzésükön. Következő összecsapás. Nagy Viktor, ő vásárhelyi játékos, és Gál Konrád, aki pedig Szegedről érkezett, serdülő korcsoportban. Súlycsoportban most kicsit visszamentünk, 46 kg-ban láthatjuk őket. Piros sarokban van a vásárhelyi Nagy Viktor, kékben pedig Gál Konrád Szegedről. Aki tulajdonképpen a Szeged boxklubnak a fia, ő tulajdonképpen, szóval ő is már egész gyermekkora óta már az ökölülás hamarabb megismerkedett, mint a járása, úgy lehet. Tehát tényleg sok szakmai tanácsot kapott édesapjától, Gál Lászlótól, úgyhogy próbálja majd azt megvalósítani, amit évek alatt ugye magába szippantott. Hát kíváncsi leszünk, mire lesz most elég. Egy hatalmas lufttal kezdődött a mérkőzés. Egy nagy horog elől elhajolt a versenyző, és kifordult a másik, elvitte a lendület. Az legalábbis látszik akkor, nézd, hogy micsoda lendület, elkezdtek. Hívből nem lesz hiány ezen a mérkőzésen sem. Így van. Hív az már látjuk, hogy megvan. Tehát tényleg itt is már tulajdonképpen a fegyelmezettség az, ami ezek mellett a győzelemre tudja vinni a srácokat. És látjuk, hogy visszatértünk a kisebb korosztályba, kisebb súlycsoportba, mindjárt visszacsökkent a távolság is az előző mérkőzéshez képest. Nem tartják a távolságot, mennek egymásra és csépelik egymást. És jóformán ott vannak folyamatosan egyben, látszik, hogy el akarják dönteni, szóval tényleg az az őszinte győzelmi akarás, az mind a két versenyzőben benne van. Nagyon jó példát lehet a meccs, hogy mi az, amikor győzni akarna. Nincs az, amit szépíteni így van. És egy hivatalos mérkőzés, tehát nem bemutató. Nem bemutató, és pont ez bele is fog kerülni a sportkönyvükbe, tehát van is tényleg neki úgymond súlya. Ezért meg is tesznek ők mindent, hogy egy szép eredmény kerüljön. Ennek már tétje van, ennek nyoma lesz a box pályafutásuk során. Való igaz, mert ilyenkor ugye általában itt is úgy van, ellenfelek, edzők megnézegetik, hogy milyen statisztikával rendelkezik. Sokat számítám az jövőben, akár a saját lelkiismeretének is, amikor ránéz és azt mondja, hogy 10-ből 10 meccset meg tudtam nyerni, ez önmagának is jó visszajelzés, illetve önigazolás. Számíthat-e az például, most ugye tévé felvétel van, közvetítjük mi is ezeket a mérkőzéseket, ha ezeket az edzők elkérik tőlünk, visszanézik ezeket a meccseket, tudna abból tanulni az edző, vagy maga a versenyző is, hogy saját magát látja a ringben mozogni? Rengeteget, sőt, ez kimagaslóan jellemző az ökölvívás, hogy a saját mérkőzéseket meg visszanézik, hogy az emberek rengeteget lehet belőle, sőt, amikor annó én is edzőtáborokba följárogattam, hát volt olyan edzésünk, ami konkrétan arról szólt, hogy tényleg az előző versenyeknek a videójait közösen néztük végig és elemeztük. Akár a jövőbeli ellenfélet, de akár a saját hibáját is, az ember sokkal könnyebben így visszanyerhet. Ez ugyanúgy, mint amikor mondjuk egy fényképen azt mondja, úristen, hát ez nem is én vagyok, vagy egy hangfelül, amikor saját telefonbeszélgetésemet meghallgatsz, aztán magamra se ismer. Ugyanez jellemző erre is, tehát nagyon sokat lehet ebből is profitálni. Na hát zajlik a mérkőzés szünete. Is én nem tudnék dönteni most így a piros és kék sarok között az első nagyon, menet. Nagyon kiegyenlített volt ugye az első menetet, én is azt mondom, hogy hiba volna bármelyikőjüknek úgy adani, szóval én azt mondom, hogy én személy szerint egy X-re hoztam volna ki ezt az első menetet, ugye mennyire úgy a izgalom miatt oda tudtam én is nézni. Na hát Nagy Viktor Hódmezővásárhelyi piros sarok, kék sarokban pedig Gál Konrád a Szegedi Box Clubtól. Nézzük a második menetet. Első menettel ellentétben itt már az a némi taktikázás. Ugye írta le egymásnak, hogy ilyenkor egy kis erőfitoktatós elődemonstrálás történik, hogy na, akkor mégis, hoppá, egy szép, ha legyen, és talált, így van, kihasználta ugye nyitott felezékét.
ugye tényleg Konrád kihasználta, és sokat is számít ugye a jó szem. Jó szem, kiszúrjuk, hol vannak nyitott pontok, és az, hogy ott oda egy találatot be is tudjuk vinni, nagyon sokat számít. És hát a szünet ezért is jó. Látjuk az ellenfelet, való esemény alapján, megismerjük a gyengéit. Ugye, nagyon fiatal gyerekekről van szó, amikor valaki leviszi boxolni a gyerkőcét, ugye most már persze Makón is van rá lehetőség, évek óta hál' Istennek újraindult a makói box élet. Milyen gyereket érdemes levinni boxolni? Tehát az látszik már kiskorban, hogy jó reflexe van, vagy jó mozgása van, vagy bárki te lehet vinni, és meg lehet tanítani. Így van, tehát ez az utóbbit, amit mondtál, tehát bárki. Bárkinél kialakulhat a később, valakinél, valaki egészen szép eredményeket elér, azt mondom, az utánpótlás korosztályba, és felnőttbe jön ki az, hogy tulajdonképpen nincs olyan vére hozzá, nincs olyan mentalitás az ökölvíráshoz, akkor jön rá, hogy nem is az ő sportága. Szóval nem, tehát nincs semmiféle előző, hogy neki jó fizikuma legyen, verekedés, de nem. Ez ott az edzése, illetve a mérkőzők a stressz alatt, versenyhelyzet alatt fog majd kiderülni, hogy milyen versenyző típus válik majd belőle. Na, itt a menet végén láttuk. Egy gyors fejítést láthattunk mindenki oldalon. Így van, oda-vissza már ilyen dulakodásba is úgy átcsapott, tehát látszik, hogy tényleg nagy hével akarják úgy döntésre vinni ezt a mérkőzést. Az is sokat számít, hogy zár le valaki egy menetet. Szokták mondani, egy kicsit lazsál is valaki menet közben, hogyha végét jól meghatja, az a bontozó bírónak jó hatást tesz rá. Való igaz, ilyenkor azért csak kialakul egy kép arra. Hogy köszönjük el? Emberek vagyunk, így van, tehát meglátja azt, hogy tényleg az utolsó pár másodperc, mennyivel aktívabb, irányító volt az egyik, és tényleg egy ütésváltás útfel, akarva-akaratlanul ráragad a tekintet, és őt követi. Ez szimpla pszichológia az, hogy, és ezt a versenyzőnek is tudni kell, tehát azt szerint is kell boxolni. Tehát nem véletlen van az, hogy nagyon sokszor mondják azt, hogy a bírónak kell boxolni. Igaz, hogy ezt az ökölvívást egy kicsit megmásítja valamilyen szinten, de igenis, hogy a bírónak kell boxolni, mert ő fogja eldönteni az én meccsemet. Most itt sok mindent hallottunk, mert a beköszönésről is beszéltünk, ugye rögtön az elején, jó, beköszönünk, akkor meg kis pszichikai fölényt lehet kiharcolni. Most hallottuk, hogy a végén a bíróknak is kell egy kicsit mutatni, tehát nagyon összetett ez a sportág. Nagyon, rendkívül összetett, tehát én mindenkinek azt mondom, hogy a négy alapütés gondolva vagy valamit az, hogy sokan azt gondolják, hogy egy egyszerű ránézésre való igaz, hogy ott egy rendkívül összetett olyan téren, hogy tényleg mint küzdősport. Az, hogyha tényleg itt hibázik az egyik versenyző, az fájdalommal jár. Tehát az már önmagában egy nagyon visszatartó tényező, és ezt leküzdő. Nem véletlen mondják azt, hogy tényleg becsülendő már az a verseny, aki már a szorítóba belép egy versenyterén, mint ahogy a srácokról is, ahogy beszélünk. Szóval ez már önmagában egy gyönyörű eredmény, hogy idáig ők vették a bátorságot és a számítógép elők, hogy felállt, lementek edzésre, és itt egy hatalmas meccset tudunk kommentelni nekik. Mentálisan rengeteg erőt adhat az ökölvívás. Hogy mennyi erőt adhat az ökölvívás? Kijelentés, úgy értettem, így van. Tehát, hát én emlékszem, hogy régebben már több mint 10 évvel ezelőtt voltak olyan szórakozó helyek, Szegeden is volt egy ilyen hely, ahol föl volt állítva egy ring, és hogyha az embereknek valami szóváltás volt egymással, akkor föl lehet menni a ringbe, és ki lehet próbálni. És mindjárt megváltozott az emberek a gondolkodás módja, hogy bemegy egy ilyen szorítóba. Tehát lehet, hogy nagy a szám az asztal mellett, egy sör mellett, de hogy oda kell állni, akkor már másképp gondolkodik az ember. Én szoktam erre mondani, hogy tényleg, tehát általában hogy addig vannak, hogy az emberek, amíg jó arcon nem vannak törölve, most azt mondhatom egy kicsit közvetlenül is, de ez így a hivatalos, de tényleg, tehát rengeteget számít, rengeteget az, hogyha egy találatért, és nem kell hoz nagy találatnak, de egy olyan demoralizáló hatása tud lenni egy tisztán bevitt ütésnek, hogy hihetetlen, pláne fiatalabb korban ezeket nehezebb feldolgozni. Tehát itt azért is kell nagyon odafigyelni a versenyzőnek az épségére, mert hogyha itt egy KO, ne adj Isten, megfut, rendkívül nagy törést tud okozni a lelki világukban. Technikai szünet volt egy pillanat. Cipőt kellett kötni, még közel Gál Konrádét, hogyha jól láttam. Ilyenkor az ilyen technikai megállításnál az óra is megáll, vagy beleszámít? Így van, megállítják az órát, így van minden esetben. Hoppá, a végére nagyon-nagyon nagy kiegyensúlyozott meccs lett. Amiről beszéltünk, a menet végére mindenki szeretne. Így van, megmondom őszintén, továbbra is abban vagyok, hogy nem tudnám úgy odaadni nyugodt szíve egyik őjüknek se. Én személy szerint, amennyire most úgy figyel, én döntetlenre hoznám ki ezt a mérkőzést, ha bár... Vagy lehet, hogy megosztott... Megosztott pontozásra lesz. Így van, és az is lesz, hogy a reális eredmény majd, mert tényleg tehát rendkívül kiegyenlít. Tehát pláne most ez az utolsó pár másodperc, ez jól példázta azt, hogy tulajdonképpen... El is fáradtak, a piros sarokban láttam. Hiadtak bankukból mindent, való igaz, hogy megtettek mindent úgy a győzelemért. Kíváncsian várom én is úgy az eredmény. Meg lesz-e vajon a harmadik döntetlen, itt a negyedik Erdei János emléktornán, ez itt a kérdés. Piros sarokban Nagy Viktor tűnt nagyon fáradtnak közben. A bíró maga azt kéreti a versenyzőket. Igen, ilyenkor még egyszer leellenőrzi, mint láthattuk, hogy a bandázsunkat, hogy rendben van. Hát ilyenkor meg izgalommal várják a bírónak a döntését. Ugye bár ilyenkor nem lehet tudni a pontozi bírói részeredményekről, szóval ilyenkor még általában a púzus feljebb is tud szaladni, pláne egy tét meccsen, hogy na, akkor hogyan látták ők kívülről a mérkőzést, hogy az agyban tud különbözni, ilyenkor benne van az emberben. Na hát nézzük, kinek a kezét emelik magasba. A negyedik
mai mérkőzésünk végén. Ez az egyhangú pontozás rá azért azt hozzá kell tenni, hogy igaz, hogy minden bíró, de lehet, hogy mindegyik bíró épp hogy csak egy hajszányival is látta, de jobbnak látta, akkor már egyhangú pontozásról beszélünk. Én úgy gondolom, hogy náluk is azért gondolkodásra adott okot, bár kifejezetten jó boxot mind a korrá, mint pedig... Nem volt nagy különbség. Tehát nem volt alárendelt szerepben egyikőjük se, úgyhogy tényleg minden elismerés a Viktor része, és hogy megtett ő maga is a győzelmét, Konrád meg a maga okos kis bugyóját meg tudta valósítani. Jó ezért látni. Tényleg. Édesapja örülhet. Gál László, a szegediek vezetőedzője. A nagybusót is látunk. Marosvári Attila, Makóváros alpolgármestere adta át a sellegeket a két versenyzőnek. Most pedig egy kis fordulat, a box után Thai box következik. Ökölvívás után Thai boxa folytatódik az emléktorna. Méghozzá igaz Gergő Makorról, és Gera Dávid lesz majd Szegedről, aki meg fog majd küzdeni egymással. Kíváncsian várom ezt a mérkőzést is, ugye már a Thai box szabályrendszer szerint. Már látjuk, a ringbe megérkezett a makói versenyző, igaz Gergő narancssárga Thai boxos nadrágban fogjuk őt látni. Edzője Makó Robert. Ugye néhány évvel ezelőtt indították el Makón is a Thai box szakosztályt. Ugye Robiról tudni kell, hogy a bátyja Makó Jani a kickbox szakosztály, kicsi most már nagyon régóta. Ő külföldön ismerkedett meg a Thai box szabályrendszerrel, megtetszett neki, hazajött és úgy döntött barátai kérésére, hogy indítsák el ezt az edzést, és nagyon jól megy most már a csapatnak, sokan vannak. Hát ugye nagyon kemény a Thai box, ugye azt mindenki tudja, egyik legkeményebb küzdősportok között. És hát örömmel látjuk, hogy Makón nagyon lendületesen fejlődik a szakosztály. Való igaz, pont az imént sikerült Robival beszélnem pár szót, váltanom pár szót, és ő is nagy megelégedésen mondta, hogy több mint 20 fő jár le, csak a felnőttekbe, ezen kívül ugye utánpótlásba is ő elindította, ami számomra annak ellenére, hogy számtalan küzdő sportszakág megtalálható Makón, hál' Istennek, ezt megint csak hozzáteszem, és ennek ellenére ekkora nagy érdeklődéssel elfogadják, hogy az ember, ez jót fog tenni mindnek. Apám, mindjárt óriási rúgás. Felekeztek a srácok, a találkozó legelején. Eddigi mérkőzésekhez képest ugye más a stílus, más a hozzáállás, itt egyből lába, kézzel, fejre, minden. Így van, ennyiben, tehát itt tényleg az, hogy a figyelem megosztása, az, hogy tényleg tulajdonképpen egy fegyver nem, mert több van neki, ezen kívül ugye comb, test, illetve fejmagasságban is tud rúgni, rendkívül meg tudja osztani a figyelmet, szóval ilyen térre külön egy kemény sportárként nevezhető a Thai box. Gera Dávid, mintha egy kicsit vastagabbnak, erősebbnek tűnne, mint ellenfele. Hatalmas nagy gyomorszájra mért körülvesrúgást láttunk. Robertnak a kezében már ott a törőköző, amit ugye egészség megvonás, vagy hát megóvása érdekében. Ingatja is a fejét már, Gergő. Így van. Hozzá kell tenni, azt most elmondom, igaz, hál' Istennek nem tapasztalatból beszélek, de egy testkáó az alattomosabb tud lenni, mint egy fejütés, ami átszaladhat az ember. Ez viszont benne tud maradni hosszú meneteken keresztül. Tehát én is azt mondom, jelen pillanatban ez egy nagyon jó dolog, hogy megóvta ezzel az egészségét is, meg az egészséges önbizalmát is ezzel. Tehát magyarán nem nézett ki úgymond egy mészállás elé. Jó döntés volt. Ez egy nagyon tudatos és előzékeny döntés volt, úgyhogy az élem is, ezt nagyon örülök neki. Technikai KO-val akkor Gera Dávid, a szegedi Thai box szakosztály versenyzője győzött, Kovács Sándor pedig átadja a trófeát. Nem volt hosszú mérkőzés, de nagyon intenzív volt. Így van, hát megkezdtek együtt, tehát itt sem volt különösebb taktikázás, mindjárt ülőre akarták vinni a mérkőzést, amit mindig látszik, hogy oda szinte szívgödör alá mérte az ütést, nagyon a papírainkon most ez nem látszik, hogy ők milyen súlycsoportban vannak, de hogy Robi is említette, ezért magasabbnak is és szélesebbnek is látszik a szegedi versenyző, nem tudom hány kiló lehet közöttük. Ránézésre azért látszik, mint hogyha volna súlykülönbség, bár azt hozzáteszem, hogy azért ő sokszor csalóka is tud lenni, szóval annyira hajlamos, hogy az ember megzavol, tehát még azt sincs kizárva, hogy egy súlyban anatómiai különbséget miatt. És Baba Zoltán Makóról. Igaz, Gergőnek sajnos nem sok termett ezen a mérkőzésen. Barta Zoltánt láthatjuk most. Aki javíthatja Makójak statisztikáját, és mint egy szegedi versenyzővel lép majd ringbe. Ugye Makójak ismét narancssárga, rövid nadrágban. Barta Zoltán, Makó Robival. Makó győzelmet még nem láttunk ezen az emléktornán. Ellenfélt elé a szegedi oldalon pedig Csernicsek László, akiről tudni kell, hogy Leocki Csaba, tehát Bence nevét mondom, Dedi edzői utasításai mellett most szélik ebbe a szorítóba. Őről a tudni kell, hogy ő MMA mérkőző, azaz ketrethart, tehát ugye
szabályrendszerbe is versenyezni fog, tehát viszonylag egy sokszínű egyéniség ő maga is, aki ő is már csinálja egy jó ideje. Szerintem ismét egy parázsló meccset fogunk látni. Úgy, hogy Thai box mérkőzéshez képest a szegedi versenyzőnek hosszabb nadrágja van, ugye megszokott, hogy a Thai boxosok rövidebb nadrágba szoktak ringbe lépni. Így van, egészen konkrétan egy MMA-s nadrágot láthatunk, annak ellenére, hogy Thai box felirat van, de nincs az emit. Vagány, maradjunk annyiba, vagány. Na nézzük akkor a makói versenyző mit mutat. Én ismét egy kicsit kisebbnek látom a szegedi versenytársánál a makói versenyzőt. Igen. Egyébként egy az egyben nekem is ugyan a meglátásom. Általában azért oda egyben a földre is kerül közben. Nem is szigorúan vett mérlegelés, de azért nyilván egy bizonyos súlykülönbségnél nagyobbat nem engednek meg, pont azért, hogy a fizikális különbség az elkerülhető legyen. Szóval azért ki tud jönni pláne ilyen nagyobb súlyba, azért már kijönnek az ütőerőbe, illetve a rúerőbe azért az a plusz néhány kiló. Első másodpercekben azt látom, hogy a szegedi versenyző nyugodtabbnak tűnik, megfontoltabbnak tűnik, magabiztosabbnak egy picit, a makói viszont aktívabbnak. Így van, aktívabb, ő úgy be akar kezdeni, nyilván az, hogy egyfajta bizonyítási vád van, meg is van most az eredményen egy gyönyörű rúgás után, egy kombinációval, hogy Laci tudja úgy betörni. Így van, aki már válaszol is rá, látszik, hogy most mind a ketten szó szerint egy agresszív bunyót és egy nyílt sisakos bunyót vállaltak be. Azért mondjuk el a tévénézőknek, hogy a Thai box az a sportág, amelynek a verseny során a különböző karate stílusokhoz képest, kickboxhoz képest a térdet is lehet használni, tehát térdel is lehet támadni. Így van, mint amire most már volt is példa, most az imént is. Szabályrendszere válogatja most jelen pillanatban, tehát a szabályrendszer szerint csak testre lehet főzni a térdet, anélkül, hogy a fejre ráfogna. Tehát nem szabad fejre. Nem lehet. Így van, ezek nagy fontos. És most mint azt is mondaná bíró, hogy fejre ment egy térd, vagy legalábbis fej irányába. A sportszerűen elismerte, hogy behet elnézést is kérte, hogy megy tovább a mérkőzés, szóval. Marta Zoltán hátrál, de visszatámad. Így van, a szegedi versenyző. Azt látni kell, hogy Zoltának életveszélyesek ezek a távol. Gyönyörű bal csapotja volt. Amiket találtak, és ott mindjárt jött egy jobb csapot. Szilveszter megvárta ilyenkor, annak ellenére, hogy nem ment le az ütéstől, de mindjárt már ott is volt rászám. Lehet, hogy nem szaladt rá át a mérkőzésre, de ez a biztos. Megnézi, rendben van, 10 másodperc, 8 másodperc, és utána folytatják tovább. De rendben van, úgy látom, Marta Zoltán rendben van. Megy tovább a mérkőzés. Legongatták. És már mindjárt gongattak is, jelen pillanatban jól jött ez Zoltának, tud pihenni egy kicsit, visszazökkenni ugye. Ilyenkor a bíráknál számít ez, hogy rászámoltak az egyik versenyzőre? Tehát a pontozásba beleszámítják itt is? Számít, így van, ahogy az imént beszéltünk róla, ugye, hogy már profi szabályrendszer szerint pontoznak, tehát itt, hogyha valamelyik versenyzőre rászámolnak, tulajdonképpen annyi van, hogy az ellenféltől vonnak le pontot, tehát itt visszafele számolás történik már ugye a pontozás terén, szóval igen, számít. Tehát akkor ezt a menetet a szegedi versenyzőnek, Csernák Lászlónak adhatjuk azok szerint. Így van, tehát hogy a rászámolás alapján is, meg én úgy gondolom, hogy egy-két olyan tisztább találata volt, ami külsőképre elfogultság nélkül oda merném úgy adni neki az első menetet, attól függetlenül Zoltán pár kivillanása vagy kitörése ezekkel a kézzel. Szó szerint veszélyeség, és meg is lepte vele Lacit, szóval tényleg nem lehet nyugodt egyik versenyzőse. És már pihegnek mind a ketten nagyon fáradtnak tűnnek itt a legelső. Nagy iramú meccset is láttunk, így van egészen idáig, azért szó szerint... És mint a ring közepén vannak a versenyzők. Így van. És el is indult a újabb menet. Ez egy nem sikerült. Marta Zoltán rúgott közben mellé, és is pár pedig védekezése kényszerül, amiből szépen támadott tovább. Majd pedig már sarokhoz kerül, szépen futott ki Marta. Hatalmas nagy balhorog, igaz, hogy nem volt tudatos Lászlótól, de csattantott a kesztyű. Életveszélyek tudnak ezek ugye lenni, kiszámítottam mind a két részről. Szóval ezekre azért őnek is, Lászlónak is, hogy nem szabad eldobálgatni az ütést, bele lehet lépni. Ilyenkor lehet a nagy pofonokba belelépni. És megint úgy látom, hogy a térdel fejre próbált támadni, húzta lefele az ellenfél fejét. Így van, itt a magasságbeli különbség is lesz hozzájátszalék, hogy nyilván könnyebb a térdel elérni a melkasát, illetve a gyomorszáját. És megint védekezésre kényszerült. És újra számolnak rá. Barta. Újra számol. Ahogy látom, hogy testen fogták meg, így van, igen, ilyenkor tényleg a legfontosabb az, hogy pár másodperc alatt ki tudja tenni. De viszont olyan görcsöt tud kapni ilyenkor a hasfal, hogy nagyon nehéz ezen túlzőkelni. De vállalja tovább, hogy már görnyedve. Elismerés a küzdő szelleméért. Nem sok ember szokta ilyenkor egyébként. Szóval tényleg tudni kell, ez nagy törést tud okozni.
Csernak pedig nem hagyja abba, talán is folytatja itt a pofoszkodást, a rúgásokat. Nem nagyon láttam most tiszta találatot, tehát sorgó volt a lendület, de én nem láttam, hogy tisztán talált volna, de nem. Fáradtnak látszik a makói versenyző. Való igaz, most a Szilveszter, Szabó Szilveszter bíróként kiszúrta azt, hogy alárendelt szerepbe került. Rászámolt, de tulajdonképpen nem ütés miatt, hanem az alárendelt egyfajta itt is nagy előnyt akart ezzel úgy megakadályozni, és be is szüntette a mérkőzést. De nagyon sportszerűen oda mennek a fiúk az ellenfél edzőihez, meghajolnak, összeteszik a kezüket, egymásnak is megköszönik a mérkőzést, és újabb szegedi siker akkor. Sajnos megint nem láthattunk makói győztest. Igen, csak megérdemeltem tényleg úgymond taktikusan. Némi fizikális különbséget láttam, tehát nem csak külsőre, hanem hogy erőbe is. Lehet, hogy ez változni fog a jövőben. Szóval tényleg minden elismerésem a két srácé. Jó meccs volt, nagyon jó. Kemény és jó mérkőzés volt valóban. És ismételten Erdei Jánost láthatjuk a ringben. Ő fogja átadni méghozzá Csernek Lászlónak a kupát. És jobb szegedi győzelem. Óriási tapsot kapva Zoltán. Nem nyerte meg a mérkőzést, és óriási tapsot kapva. Így van, és azon felül, hogy makói versenyző, ilyenkor a közösség a küzdő szellemét is egyúttal élje. Ez a tapsot díjazza, szóval az annak betutat, hogy rendkívül oda tette magát a meccsen. Két makói következik, méghozzá kickboxsal folytatódik az emléktorna. És egy újabb sportág, hiszen kickboxra váltunk. Azon belül is light contact szabályrendszer, ami ugye azt jelenti, hogy bár beviszik az ütéseket, tehát érintik egymást a testfelületen, de nem teljes erővel, nem full contactban, hanem jelzésértékűek ezek a rugások. Így van, jelzésért, tehát itt a bíró meg is inti a versenyzőt, hogyha nagy erejű ütést visz be. Ezen kívül, ami különbséget még a következő mérkőzés, tehát a point fightinghoz képest, hogy itt a találatok után a mérkőzésvezető nem állítja meg a meccset. Tehát egy folyamatos küzdelem, csak nem teljes erővel. Tehát ez már egy folyamatos, szintén harcos. Itt tulajdonképpen be tudják mutatni a technikai képzettségüket, hiszen nem számít az erő fölény annyira, tehát nem kell teljes erővel bevinni, hanem meg tudja az ember mutatni, hogy milyen technikái vannak, hogyan tudja eltalálni a másikat. Így van, és ez ki is jön abba, hogy sokkal pörgősebbek a meccsek, tehát rendkívül sok akciót indítanak egymásnak, pont azért, mert nem teljes erőből üti, ugye marad benne, nem dobálgatja el az ütéseket, tehát sokszor rendkívül összeszedett akciókat is indítanak emiatt. Balázs, Ildikót és Csala, Enikőt láthatjuk. Ugye mind a ketten, tehát a makói búdóklub versenyzői. Egy kis házi verseny. Makó Evelint, aki a ringsegéd most tulajdonképpen itt a edző szerepében a lányoknál. És ugye rögtön szembetűnhet a nézőknek, akik nézik a közvetítést, hogy az eddigekhez képest ugye a lányok teljesen föl vannak öltözve, hosszú szárú nadrágban, így a kickbox verseny szabály szerint hosszú nadrágban küzdenek. Így van, még amit hozzá kell tenni, hogy a zárt tetejű fejvédő az a elvárás szintén, ugye a föntről indított kakatórugásnak, ugye, ahogy sarokrugás, mondjuk, vagy baltarugás. Így van, mint ahogy látjuk, hogy egész sűrű is, azért a pontozásban is sokat számít, egy fejrugás nagyobb pontértékkel bír, mint egy testrugás, avagy ütés. Szóval emiatt is szintén a egészségvédelmi. Közben pedig megállított a Makó János a küzdelmet egy pillanatra. Mi történt? Ahol láttam, hogy szabálytalanság miatt állította meg egy pillanatra a mérkőzést. Elég ilyenkor tényleg rájuk szott, és már mindjárt folytatták is tovább. Tehát látszik, hogy mennyire tiszteletbe tartják a bírói döntést. Szóval ez külön jellemző még a küzdősportra, általánosságra mondom, és hogy a bírónak a szava a szent. Kickboxnak a szépségét nagyon megmutatják a lányok, tehát nagyon sok lábtechnikát használnak, és nagyon sok fejre irányuló lábtechnikát, tehát magas lábtechnikát, high kick-eket látunk sokat. Való igaz, tehát becsülöm is őket, hogy rosszaságok. Én annól én is kickboxoztam, meg tékmánoztam, de már szerintem csak a derékszögös párba menne. Úgyhogy, de tényleg, tehát élmény azt nézni, hogy nem is az, hogy csak egy-egy rugást, hanem duplázgatnak fejre, testfejre, eszméletlen, hogy tényleg milyen lazasággal úgy oda pakol, és kéztechnikával össze is köti. Hát ugye nincs akkora lendület, mint a fiúknál természetesen. Kicsit óvatosabbak, ugye klubtársak is ismerik egymást jól. Akarják itt. Így van, nem akarják ugye egymást úgy van megkínozni, viszont látszik, hogy ismerik is egymást. Tehát én azt mondom, hogy már kívülről lehet is látni, hogy ismerik egymást, fordítgatják, hogy az alapállás vált időnként. Egy jó edzőmérkőzés. Meg az is látszik, hogy egyikük indít egy támadást, a másikuk már tudja, hogy mire készül az ellenfél, hiszen együtt edzenek, tehát fel vannak egymásban jól készülve. Így van, de ez
még akkor is nagyobb értéke van, mint hogy egy edzésen mondjuk, hogyha ezt a mai meccset megcsináltak, akkor itt is a stressz ugyanúgy, ahogy ott benne van. A közönség, bíró. Nagyon sokat számítám ilyenkor, úgyhogy tényleg az jó látni itt is. Azt mondom, hogy attól függetlenül azért jócskán próbálják kihozni a bennük rejlő tehetséget. Arról nem beszéltünk, mondj már néhány szót, ha itt most épp szünetben vagyunk. Említetted, hogy te is különböző küzdősportokban megmerítkeztél annak idején, mint ahogy kickboxban, ahogy említetted. Hogyan váltál utána mégis boxoló? Tulajdonképpen a kickboxot meg a taekwondót egyszerre kezdtem egy 2 éves koromban, és a lábtechnikám az egészen jó volt. Magamhoz kérdett, ezt úgy jelentem ki, hogy akkor én meg voltam róla győzelékre. Úgy voltam vele, hogy a kéztechnikámat szeretném főhozni, lejárogattam emiatt ökölvívó edzésekre, és ahol évek folyamán szépen lassan módjában ott ragadtam az ökölvívásnál. Tehát tulajdonképpen csak azért mentem oda, hogy kicsit csiszoljam, hogy a kezemet, aztán végén már ott indultam el csak versenyeken, mert volt idő, amikor mind a 3 szakágat egyszerre csináltam. Úgyhogy én a bunyóba tulajdonképpen így csöppentem bele. Mert akkor az eredményed azt mondhatják, hogy nem baj, hogy átváltottál. Utólagosan igen, így is örülök neki. A lányok nem fáradnak. Makó János nagy büszkeséggel figyeli a tanítványait a ringben. Szépen lassan csordogál ez a házi találkozó Csala, Enikő és Balázs Ildikó között. Méghozzá a 8. meccs itt az emléktornán, hogyha jól számolom. Volt 4 boxmérkőzésünk. Úgyhogy ez a 7. mérkőzés. Akkor 7., igen. Érződik, hogy edzőtársak, ugye lehet látni, hogy szó szerint úgy, nem is az, hogy vigyáznak, tehát nem a fizikai erőre gondolom ezt, hanem úgy az aktivitásra. Ez érződik. Rájuk azt mondom, hogy lehet, hogy egy pár év múlva már nem így fognak annak ellenére, hogyha még kuklások is maradnak. Tehát látszódik, hogy nem akarnak kárt okozni egymásnak. A torna zsűri elnökéről, elsőt még kevés, miközben a Takács Istvánt, hogy a nemzetközi ökölvívó bíró. Neki ilyenkor mi a feladata? Neki ilyenkor ő felügyelni a bírói munkát tulajdonképpen, mégpedig az, hogy tényleg igazságos a szabály szerint zajlódjon le a pontozási rendszer. Tehát ilyenkor tulajdonképpen felügyeli ő az egész rendszert, illetve hogyha a valamiféle bírói félreértés vagy bármi, tehát ő hozza meg a végső döntésben, tehát egyfajta fő bíróként közreműködik ilyenkor. És hát ő nem is akárki, hanem ugye a Világszövetség által jóváhagyott bíró. Így van, ez konkrétan annyit tesz, hogy ő világversenyeken is jogosult bíráskodni. Ugye az AIBA saját rendszerét, vagy a saját versenyrendszerén belül. És valószínűleg, hogy így van, szintén egy döntetlen eredmény fog születni. Két makó, tehát döntetlent játszott egymás ellen. Akár csak még az említett a legelején Pál Oliver és Nagy Renátó, két makúj döntetlenezett egymás ellen. Orosné és Spák Hedvig volt képviselő, és a egészségügyi művelési bizottságnak a alelnöke adja át most a díjakat a versenyzőknek. És ugye a következő mérkőzés szintén kickbox szabályrendszerben fog zajlani. Itt már komolyabb küzdelemre számíthatunk. Vörös Attila és Nacsa Dániel felnőtt versenyzők fognak ringbe lépni. Most jelezték, hogy én tudom rosszul. Vörös Attilának, aki szintén kickbox versenyző, a fia fog ringbe lépni, tehát kicsik lesznek mégiscsak. Egyébként Makón női kickboxolnak lenni nem egy rossz befektetés szerintem, hiszen van egy olyan edzőnk, mint Makó János, aki már egy női világbajnokot kinevelt. Ugyanebben a klubban edz ugye Makó Evelin, aki többszörös világkupa győztes, Európa bajnok, tehát mindent elért ebben a sportban, amit lehet.
Tehát gondolom van lehetőség és motiváció mellettük edzeni. Így van, tehát tényleg olyan szempontból is jó, hogy egy rendkívül jó példát mutatnak. Tehát tényleg lemegy oda az ember, azt mondja, úristen, el tudok jutni erre a szintre, és ott van előtte minden lehetőség. Tehát egy nagyon jó húzó erőt képviselnek ezen versenyzők. Tehát azt mondom, hogy már ő magában ezért is megér, hogy tényleg akár a toborzás egy példamutatásként is. Úgyhogy hál' Istennek, minél több verseny, illetve versenyzőre van szükség, hogy fejlődjön tovább. És egyébként meg is nyerte most a magyar bajnokságot Makó Evelin, és ezzel megkapta a jogot, hogy részt vegyen a november 29 és december 8 között zajlódó törökországi antalai kickbox világbajnokságon. És a fiúk elkezdték a mérkőzést, szintén a makói kickboxosok fekete szerelésében. Léptek ringbe, úgy gyönyörű fordulóruhát. És a fejre. Így van is, mint ahogy point fightingról van szó, ugye minden egyes találat után megállította Makó János, hogy a mérkőzés, és jegyzik a pontot. És jegyzik is a pontot, így van. Annyiban más ez a küzdelem, hogy nem alakul ki egy ilyen összegabolyodás, egy ütésváltás, hanem tisztán lehet látni, hogy ki milyen technikát vitt be. Így van, ez pont ez volt, letisztult olyan térre, követhető, nyomon követhető, ezért is van nagyobb népszerűsége, mint a más szakágágnak kickboxnak. Tehát egy full contact mérkőzést jóval kevesebben néznek, mint a point fightingot, talán ezért, hogy jobban követhető, vagy az emberek. Ez egy kicsit a vívásra hasonlít. Így van. Nagy reflexeket igényel, tényleg minden egyes. És ott látjuk azt, hogy tus van, megállítják. És kezdik előtt, valójában. És ilyenkor ez a mérkőzés szintén időre megy, vagy akkor most akár pontszámot lehet elérni? Időre megy, tehát itt is menetelők vannak. Tudomásom szerint 2x2 perc, bár akarok butaságot mondani, és ezen kívül technikai KO-val is lehet. Így van, technikai különbség esetén beszünteti a bíró a mérkőzést, még nem akarok konkrét számot mondani, de beszüntetheti, így van, amire most példa is volt, hogy az utóbbi világversenyeket döntőjébe is, szóval az kialakulhat akár egy nagyobb döntőbe is. Nagy pontkülönbséggel vezet valaki, akkor onnantól megállítják a mérkőzést. Valóban, így van. Tehát nézzük a fiúkat, jól mozognak ők is a ringbe, vagy beugrásos támadás. Egy pontot ítéltek meg, így van. Egyelőre kit mondaná? Egyelőre piros sarokban lévő, ha jól látom, Attilát. Én úgy mondom, hogy ő pont az idáig pontozás alapján őt hoznám ki egyelőre győztesnek. Nagyon szép, ahogy a beugrásai kézzel gyönyörűen úgy beugrik, és onnan úgy találgat utóbbi 3-4 pontját ezzel szerezte. És végig szünet a vonalak a versenyzők itt is. Villám gyorsan, csak úgy repül az idő egyelőre. Annyira nem fáradtak el, hogy látom itt. Pihengetnek, karba tett kézzel, keresztbe tett lábbal, egy kis könnyed bemelegítés volt, ezt nekik úgy látom. Ez valószínűleg csak lenyújtogattak úgy, de a következő mérkőzésre úgy kiderül, vagy a menetben, hogy... Már nem tudom, hogy ebben a típusú küzdelemben a point fightingba be lehet-e, hogy mondjam, hevülni annyira. Tehát, hogyha mindig megállítják a mérkőzést, akkor lehet, hogy egy kicsit olyan, hogy mondjam, kordába tartja magát az ember. Nem beszél a fejét annyira. Így van. Szóval tényleg úgy egyrészt visszazökkentik. Persze másfajta felkészülés, vagy másfajta fizikumot igényel. Ugye itt inkább az a fajta koncentrálás, illetve az a fajta robbalékonyság az, ami kiveszi az emberből azt az energiát. Szóval az is önmagában nagyon megterhel. Tényleg figyelj, szó szerint villani az adott helyzetben, ez is második lehetőség, megállítja a bírót. Szóval itt az a kiélezett reflexek kellenek hozzá, az viszont nagyon kimerítő tud lenni. Ezért is láthatjuk időként, hogy ugyanolyan fáradtan ülnek be a sarokba, mint egy fókontak vagy egy ökölvíjós mérkőzés után. Már ugye azt szokták mondani, hogy megállni se biztos, hogy könnyű. Tehát az ember benne van egy támadásba, mentálisan nagyon felkészülnek kell az lenni, hogy meg tudja állni, ne vitt tovább a támadást. Tehát lejtjek, akkor te tudj megállni ott. Így van, hogy a meccs hevébe az ember ne folytassa tovább. Tényleg valóban nehéz. Hát itt meg ráadásul bírói figyelmeztetés is fogja követni, hogyha ezt nem tartja be, úgyhogy... Jóskán. Hopp, egy gyönyörű szép találat volt. Igen, a lányokhoz képest ők most már egyformán használják kezüket, lábukat, sok a lábtámadás, de ők már kézzel is aktívabban. Igen, a lába, én is úgy megfigyelem ebben a point fightingban, lába készítették nagyon sűrűn elő, és onnan robbannak be kézbe. Tehát többnyire én nekem kívülállok itt, ugye én azt látom, hogy ez úgy a jellemző. Ez itt is gyönyörűen láthatjuk, hogy a fiatalok, jó a fejmagasság, fölé is fölemelik a lábukat, tehát iszonyatos hajlékonyak, jól ki vannak rugalmasak. Tehát ez tényleg előnyükre fog akár a későbbiekben is válni, meg hát kell is mindenféleképpen ebben a szabályrendszerben, tényleg a fejrugási 3 pontot kap, tehát az három pont jár neki. És hát ugye edzésnek a sok nyújtásra van szükség, hogy ez meg is maradjon az a képesség. Tehát tényleg minden edzés előtt, után is náluk az külön meló az, hogy a nyújtásra foglalkozzanak. Itt is az, hogy tudjon duplázgatni fejre, szóval ez teljesen másfajta felkészülést igényel, mint bármely más ütőrugó szakály.
látjuk másodszor próbálják meg ezt a kettős találatot, jogosan ítélik meg, így van, mert mindketten. Igaz, hogy rövid kis különbséget, de találtak mind a kettő, úgyhogy ez jogos is volt. Bekopogták, mindjárt vége a menetnek. Nézzük még egy támadásra, talán van idő. Össze is mennek, és a piros meg is kapta a pontot. És megszólalt a gong. És nézzük az... A mérkőzés szintén bemutató jellegű volt. Tehát ismét döntetlenre hozzák. A Vörös Attila Macsa Dániel mérkőzés szintén döntetlenre ért véget. És megkérem Napó János... És óriási taps közben a lelátóról. ...előségi tagja, akkor adja át a két versenyzőnek ezt az emlékkupát. Tehát Makó János, makói kickboxért legendája, aki átadja a... ...a kickboxért közés, amely a kick light szabályrendszer alapján fog történni. No, ezt nem is ismerem. Mi ez a kick light szabályrendszer? Ezt magam sem tudom. Nem fognak ezen, de tudomásom szerint ez a light kontaktnak megfelelő szabályrendszer, tehát folyamatos küzdelem mellett azzal a különbsége, hogy itt már a combi is támadható felület. Tehát ennyibe különbözik az előbb látottakba, hogy nem teljes erő, de viszont a comb felület is támadható egyúttal. Ez tudomásom szerint egy nem olyan régen megjelent szabályrendszer, így van. És közben Makó Evelin lépett a ringbe, most és hallottuk, mekkora tapsot kapott itt hazai közönség előtt. Ez kedvenc bizony, meg hát Szegeden is már elismert verseny között, ugyan megkockáztatom, hogy Szegeden is annyira jongója van szerintem, mint itt Makó, úgyhogy nem egy világkupán, én magam is úgy izgultam az ő meccse után, és tényleg olyan szurkoló tábor követi őt, hogy öröm azt azért látni, hogy... És hát nem is jogtalanul közönség kedvenc, hiszen remek eredményeket ér el Makói színen. Tehát így okkal mennek az emberek. Na hát, izgalmas mérkőzésnek nézzük el, mert Tombász Stevennek is nagyon szép eredményei vannak, nemzetközi szinten is akár, mert ugye Evelin az első számú versenyzője a makói kickbox szakosztálynak. Már a gong megszólás előtt látszott, hogy a lányok fel vannak spanolva, ugrálva készültek, látszik, hogy tele vannak feszültséggel, és hát látszik a mérkőzésen is, hogy elindultak. Nagy combrulás, tehát én azt mondom, hogy eltaláltam, lehet, hogy pár férfinak is gondot okozott volna a stabil állás utána, de mindig belelődik. Igen, mikor a Thai box elkezdett meghonosodni Magyarországon, akkor sokan mondták, hogy ezek a combrugásokkal mi értelme van. Így van, mert 3-4 után azért elkezd fájni, aztán 8-10 után... Ebben van benne, hogy tényleg hogy az első másodikat az ember még nagy mosoly az arcán, ugye kibekkeli, utána a harmadik az már szó szerint letaglózó erejű tud lenni, hogyha még nem is nagy a rugás. Szóval eszmélete, hogy milyen alatt most... Hát aki látott K1 mérkőzéseket, ugye annak idején, amikor az is berobbant, és sora a Thai boxosok nyerték a K1 mérkőzéseket, akik Thai boxos alapok rendelkeztek, a legnagyobb embernek is pillanatok alatt a combját tönkretették, feladta a küzdelmet, nem bírt tovább menni, hiába volt fölkészült bármilyen más szakákban. Így van, és tényleg ellenpéldát is, már olyan téren ellenpéldát mondani, hogy nem egy alkalommal volt, hogy ökölvívó múltal is rendelkező, vagy tehát nagyobb részt ökölvívó múltal rendelkező versenyző is belecsapott, és szó szerint álltak arra, hogy a combját szétrugdott, és tényleg megbontogatta szépen ugye, ezáltal ugye a mozgást, és onnantól kezdve le volt merevedve, nem tudott úgy ütögetni. Szóval eszméletlen, hogy mennyire összetett ez is, ugye már nyilván nagyobb támadási felületnek a lehetőségei, az jóval nehezebb. A sebességet kivette belőle. Igen, így van. Való igaz. Na, a lányok keményen küzdenek, kicsit lassítottak a tempón. Hopp! Úgy látom, hogy Tombász Stevennel a kopogásra megáll, azt hitte, hogy a gong szólalt meg. De hát van még 10 másodperc, ez azt jelenti a kopogás. Oda visszamentek közben a rugások, az ütések, és most ért véget az első menet. Na hát, elég egyenlőnek látszott a küzdelem. Egyenlített volt, és azt láttam, hogy egészen úgy kiegyenlített volt, pár nagy combrugás is, ahogy ugye elcsattam, de nekem egészen hogy egálos volt ez az első menet. Itt közben a lányokat legyezik, Evelin csípőredett kézzel, várja a folytatást. Nem tűnnek úgy, mint a komolyabban elfáradtak volna. Nem volt, pedig ahhoz képest, tehát én azt mondom, hogy azért... Nem kimérték magukat. Így van, íramot diktáltak azért úgy végig, szóval. Hát de mondjuk Evelin is, hogyha elmegy egy világverseny, ott több mérkőzést meg kell vívni, akár 3 menetben, most egy menet alatt, ha ő elfárad, akkor ott baj lenne.
No, ismét a ring közepén a levezetőbíró és a versenyzők is megszólalt a gong. Nézzük tovább a mérkőzést. Elvin is oldalt váltott, az előbb egy pillanatra. És hát eddig elmondtuk, hogy Makó Jánosnak milyen különleges, tehát hogy a tanítványai vannak a ringben, most a lányának dirigálhatja ott a mérkőzést. Mind a két oldalról szép találat, de azt mondom, hogy ide-oda is lehetett adni ugye a találat alapján. Igen, Severin egy szomrugással búcsúzott, most azzal nyit és úgy támad utána. Tehát itt már tényleg látszik, hogy az új szabályrendszer szerint, az a low kicket is bevéve, fokozatosan támadják egymást szombját is. Tehát fejtől egész térdig megy a támadás. Így van. Tehát fölépítik, látszik, hogy Evelynnek is a rutinja, hogy mennyire úgy fölépíti ugye egy-egy támadást. Szóval bekezd szépen comba, utána kézzel, utána most éppen ellenpéldát látunk. De ettől függetlenül nem, tehát tényleg ő egy rutinus versenyző, és látszódik is azért, tehát lehet látni, hogy... És mit a többször is kezdeményezne ezen a mérkőzésen Tombács Tini ellen? Én is úgy látom, hogy azért jóval aktívabb. Azért Tombács Tinileg is látjuk, hogy föltartó rugásokkal sokszor távol tudja tartani, és visszatámad ő is. De azért egy fokkal tényleg talán Evelyn jobbnak látszik. Kézzel berobbanva. Ugyanis úgy gondolom, hogy azért, hogy tiszta találatot is bevitte be a 3-as-4-es kombinációval. Meg szélesebb repertoárát mutatja be a támadási skálának. Tehát tényleg akár a combrugástól kezdve beugrás fejre, kézzel. És ezek sorozzá. Összekötve, így van, szóval tényleg látszik már úgy az a fajta. Egyenes rugással próbálkozott előrefelé. Tartják most a távolságot. Megjött a kopogás, utolsó 10 másodperc, nézzük, meghajtják az utolsó támadás. Nem lesz nagy csimmum a végén. És így lett vége a mérkőzésnek. És igen, a mérkőzésnek is, amelyet Makó Evelyn és Tombás Tini a... Nagy tapsot kaptak a közönségtől. ...bemutató jelleggel, és hát a szakkommentátor járásból megkérdém... És Otvanyi Dávid szakkommentátorunkat ismételten elhívják. Ő fogja most majd átadni a kupát a két lánynak. A kupákat. És ha jól látom, két egyforma kupát hoztak, tehát akkor döntetlennel végződött ez a találkozó is. Hát mivel egy istálóból származó versenyzők, gondolom nem ment vére a mérkőzés, valószínűleg döntetlenre fogják kihozni. Mérkőzés volt ez, tehát akkor Dávid beszélem, hogy Makó Evelynnek először két plusz kísérletében, és Tombás Tiniának szintén kikuszi kísérlet, úgymond átadja. Köszönjük szépen és gratulálunk. És most pedig a piros sarokban már Túri Krisztián. Tájbokszal folytatódnak a küzdelmek, méghozzá Túri Krisztián Szegedről, Makóról pedig Nagy Gergő lesz majd a ringben, méghozzá kék sarokban. Hát bízom, hogy egy jó kemény Thai box mérkőzés következik, láttuk a fiúkat melegíteni, én közben kinéztem oldalra, bízom benne, hogy parázs mérkőzésnek leszünk tanúi, és hát ha megszületik az első igazi makói győzelem a mai tornán. Eddig még sajnos nem láthattunk, vagy döntetleneztek egymás ellen a makóiak, vagy pedig vereséggel ért véget. Tehát akkor szólítom a ringben. Ezt követően lesz még egy Thai box, utána pedig az ökölvívó meccsekkel folytatódik az emléktorna. És a két sarokban pedig Erdély János emlékére. Óriási tapsot kap a makói versenyző. Nagy Gergő tehát, akit félmeztelenül láthatunk egyenlőre a ringben. De gondolom hamarosan Túri Krisztián is félmeztelen. Egyenlőre a frissítőt vett magához, és még ilyenkor még magukon tartják ugye a fősőt, hogy melegen tartsa ugye az izomzatot, ugye azzal, bár sokszor már a bíró nem engedi, meg bizonyos bírók nem engedik, hogy már a szorítóba úgy lépjen föl. Itt éppen úgy benne van, versenyzője válogatja, hogy ki hogy szereti, hogy ezt, és az tényleg ennek csupán ilyen funkciója van, hogy az izomzat melegen maradjon. Valaki később melegszik be egy-egy mérkőzés alatt, tehát nem hideg izomzattal akar úgy belekezdeni. Azt láthatjuk most is, hogy azért most ütözködik úgy át. Látjuk, hogy természetesen védőfelszerelés a fiúkon, sípcsontvédő,
kesztyű. Tehát úgy látszik, hogy most fel vannak készülve a mérkőzésre. És lekerült a felső a szegedi Túli Krisztiánról is. Ő lesz majd piros fehér zöld, tehát magyar színekben, magyar címeres nadrágban. A makói fiút pedig tiszta fekete rövid nadrágban. Most először látom azt, hogy mintha a makói versenyző kicsit fizikailag jobb állapotban lenne, mint ellenfele. Így van, ez a jobb állapot így van, tehát ez is úgy, hogy nagyon-nagyon olyan megközelítés, hogy nem szabad ítélni soha, úgy ez alapján, ez tényleg, hogy a versenyzők is tudják, pillanatok alatt tud felborulni a papírforma, amit óriási nagy combosra bekezdett. Túri kezdett közben rugással a makói. Meg egy fejre láttunk a makói fiatalembertől. Te pedig szépen védekezett, annak ellenére, hogy ott volt a sarokban. És megint úgy tűnik, hogy ő volt a kezdeményezőben, a makóit, akik most oda szorítanak a kötélhez. Ennek a bíró megállítja a mérkőzést. De egy gyönyörű combrogás. Alkalmas, hogy bal egyenesre beszúrogat. Gergő nagyon magabiztosnak tűnik, gyönyörű tolórugás volt. Ez egy furcsa technika, ugye ezt még nem láthatunk. Dobást láthatunk. Így van, ezt a fajta dobást itt ebben a szabályrendszerben ugye engedik. Azzal a feltétellel, hogy már a közelharc, tehát magyarán a birkózás részét itt nincs engedélyezve, de a dobás még itt belefér ebbe a szabályrendszerbe. Egyelőre úgy látom, hogy a szegedi Túri Krisztián nem tud annyira támadni, inkább most száfol rám ebben a pillanatban. Jó, egyenesen meg akart úgy ezt száfolni. Benne lehet ebbe tudatosság is, hogy még főméri az ellenfelét. Gergő viszont ezt ki akarja használni, ezt a fajta... Az első menet végén még okosabb lehet majd, hiszen Makó Robi majd mond jó tanácsokat a makói nagy Gergőnek itt. Igen, ezt leolvasta az ellenfél és átralépett. Gyönyörű. Mind a kettős, tehát egy gyönyörű szép combos láttunk. Látjuk, hogy térdel már gyomorra próbál támadni a makói fiatalember itt. Ugye ezt is szabályos, engedett technika. És kopognak, nézzük az utolsó másodpercek kiélesznek. Egy makói támadás. Majd pedig mind a ketten próbálkoztak, és így ért véget az első menet. Nagy Gergő és Túli Krisztián között. A makói fiúnak adnám ezt az első menetet. Én aktívabbnak láttam, keményebbnek láttam egy fokkal. Én magam is, tehát akár úgy, tehát kezdeményezőképpen, tehát sűrűben kezdeményezett ezek a tolórugásokkal, valamint ezek a erős beleállós balegyenesekkel, nem egy alkalom, úgy tisztán, úgy el is tudta találni Krisztiánt. Itt, ő sem volt megijedve, azért látszott, nem, hogy nem volt meg, magát. Tehát így van, látszott rajta, hogy tehát úgy nem zökkent ki ezek a fajta támadások, de ugyanakkor ezekre azért oda kell figyelni. Szóval ez a későbbiekben azért veszélyt tudnak ezek okozni, ezek a fajta találatok. Ettől függetlenül azért még lehet látni, hogy még azért keresgélik egymást. Keresgélik egymást, bár Gergő már inkább belecsapott. Ő már nyílts is akkosabb küzdelembe úgy bele. Meg gondolom a bizonyítási vágy is benne jobban dolgozik, hogy a hazai pálya, a hazai közönség szeretne megmutatni, hogy a makójak is tudnak itt mérkőzést nyerni. Jó, meg is valósította, tehát tényleg azt mondom, hogy eldobálások nélkül csinálta meg. Megint egy gyönyörű tolórugás, majd ütésekkel is ő tudott találni. Megint fogásba menekültek. Bíró megállította. Gyönyörű gyomorrugás. És ismét túl közel voltak most már egymáshoz, megint meg kellett állítani. Hatalmas. Csípőre mért rúgást láthattunk, ha jól láttam. Kiemelés, pont a bíró megállította, megint pedig indult a dobás. Igen, meggyőzőnek tűnik most már a makói fiatalember. Nem tud kibontakozni Krisztián. Nem hagyja egyelőre még. És az, hogy tényleg a tolórugások után, tehát nem csupán azt, hogy távol akarja tartani, hanem előkészít sokszor egy-egy technikát vele. Szóval nem az, hogy ki akarja venni magát egy küzdelembe, hanem időnként egy gyönyörű, a hátsó egyenes. Igaz, hogy jött rá gyorsan a válasz, egészen parancsasztott. Szép egy ács, ott mindjárt a térdes is. Most már értje meg a bíró. Egészen parádés jelenetek voltak itt a kötél mellett, tőlünk itt néhány méterre. Itt már érzik az adrenalint a környéken. Itt igazi férfias küzdelem zajlik. Fordulórugás.
megint a borda alá ment, ha jól amit láttam. Amit nem szoktak sűrűn, és pont ezért is tud meglepetés erejével hatni. Nem készül rá az ember. Nem készül rá az ember, nem sűrűn rúdosgatják ezt úgy, pláne tieboxba, mert itt is az, hogy az egyszerűség sokszor a legegyszerűbb, a leghatásosabb. Ezt azért úgy beszokták tartani a meglepetés erejével. Kicsit olyan tanástalanak látszik nekem a szegedi fiú, próbálkozik, de nem látom benne a hitet, hogy ő most tudna fordítani. Igen, tehát az, hogy sokkal aktívabban kezdte, ez kellőképpen ő most megtudta olyan tényezőként a szegedi versenyzőt, hogy most így van, kizökkentette, és most egy kicsit már akár az eredmény után is tud szaladni, mert tudja, hogy hazai versenyzővel boxol, nagyobb lendülete, ugye ő nyilván, tehát most valamilyen szinten ő már utol akarja érni magát. Hát meg ezek a föltartó rugások, az ember kigondolva, amit elindul, és szembe találkozik egy erős, egyenes rugással, ami hátatántorítja, és amire még jön egy támadás, hát legközelebb meggondolja, hogy mikor induljon. Ez így van, tehát nagyon visszatartó ereje tud lenni, hát szóval minden értelemben tudom ezt mondani, hogy egy gyors pörgős menetet láthattunk közben, véget is ért már egy a második. Én, hogy a Szeged is arrakban látom, hogy úgy nem értik úgy igazából, lehet, hogy nem beszélték meg egymás között úgy a menetidőket. Veszik a kesztyűket le. Mosolyogva persze, tehát itt azért szó sincs arról, hogy esetleg... Kérem a versenyzőket középre. Akkor csak két menet volt ezek szerint. Igen. Ez engem is meglepett. Na, megszületik az első kopai siker, biztos vagyok benne. Így egy szép győzelmet tudod be. És hát halljuk, igen. Hogy erő mindenki végre az első makó idő. Ez magáé beszél, így van. Ötörő Mózak osztályának edzőjét, hogy jöjjön is itt ringbe, és adja át a győztes makói Nagy Gergőnek a vagyok. Hát a jól számolom, hogy másfél órája zajnak a mérkőzések, és megérkeztünk végre, hogy egy valódi, jó, izgalmas mérkőzésen egy makói győzelem megszületett. Nagyon büszkék vagyunk Nagy Gergőre, makói Thai Box szakosztály versenyzőjére. Tényleg nagyon okos a meccs, mellett ott volt az agresszív győzelem, de tényleg azt mondom, hogy tehát nem mint hogyha kétségbe lehetne vonni a győzelmét, de kifejezetten tetszett neki úgy a bunyója. Szóval megvalósította azt, amit akar. Ez tudatosság volt. És következik egy újabb Thai Box meccs, méghozzá az utolsó. És láttam az előző, ahogy jött le Nagy Gergő, összepacsizott Hajdú Róbert, aki most lép a ringbe szintén a kék sarokba. Másik nem tudom, ez számíthat egy versenyzőnek, Robinak lehet ez pozitívum, hogy a csapattársa most győztesen hagyta a ringet, adhat neki pluszt ez? Ad, bizony, hiába a stressz, hiába bármi, nagyon sokat tud jelenteni ilyenkor, tényleg a csapattársán kezét fölemelik, lát egy ilyen, mert fél szeme ott van, akkor is figyeli, még a stressz ellenén, sokat számít ez ilyenkor, fő tudja spanolni, látjuk egész felszabadultan és várja, hogy a meccset látom, hogy mosolyog. A kics pirossalóban Szegedről Dékány Zoltán. Igen. Ellenfele a két sarokban a Makó Hundoklub versenyzője, Hajdú Róbert! Dékány Zoltán lesz tehát Hajdú Róbert ellenfele. Dékány Zoltán Szegeden edz, én úgy tudom, hogy ő már K1 szabályrendszerben is versenyzett, sőt, ha jól tudom, már MMA-ba is belekóstolt ő is. Való ilyen, tehát így van, jól tudod, tehát ő MMA-tól kezdve Thai Box K1-be is elindulgatott, sőt, nagy rendszeressége lent van nálunk körvívó edzésen is, tehát ugye a kéz technikájára is külön figyelmet fordít, tehát ő is egy ilyen sokszínű egyéniségnek. Én azt hallottam róla sok jót egyébként, azt mondták, hogy nagyon lelkes versenyző, jó technikája van, láttam videófelvételen, hogy nagyon erős lába van neki, magasra rúg, jókat rúg, erőseket. Így van, az a kezéről is el lehet mondani, hogy az is, tehát egészen össze van gyúrva, úgymond a taktikája, szóval tényleg én magam is, amit úgy megfigyeltem ő róla, biztos megint egy nagyon jó kis meccset fogunk látni. Hajdú Robi pedig az egyik legjobb makó, én azért úgy gondolom, tehát ő már régóta foglalkozik ezzel, jó meccseket vívott már ő is, és látszik az izomzatán, hogy azért jó izomzatú, fölkészülő versenyző. Így van. Úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes mérkőzés vár most rám szerintem. Ezt viszont már ügyőrlívó mérkőzésekre fog sor kerülni. És egyre többen van, akit a csarnakban közben, és most már mind a két oldalra megfelelt. A körben néztem, és itt állóhelyek is már kialakultak itt közben spontán. Most már tele van a csarnok, úgy látom. Már a Balogh Joel és Rácz Roland lesz. Tehát ha ennek a mérkőzésnek vége után a
Az utolsó Thai Box mérkőzés tehát itt az emléktelen Hajdú Róbert és Tékány Zoltán közt. Ezt követően még 4 ökölvívó mérkőzés lesz. És ott hallottuk, hogy Balogh Zsolt és Rácz Roland közt lesz majd ez az összecsapás, de egyelőre még nézzük, hogy mire megy egymással a Makói Hajdú és a Szegedi Tékány. Ők vannak most a ringben. Óriási ováció! A emlékkornál. Bíró ilyenkor még röviden ugye elmondja a szabályokat, tehát magyarán leszögezi azt, hogy nem akar szabálytalanságot látni, azért úgy dióhéjban elmondja nekik tényleg, hogy mi az, ami megengedett, nem megengedett. Ilyenkor még rögzítse, hogy a versenyzőkben, akik szerintem őrá figyelnek utoljára ilyenkor. A versenyzők sem kicsik, a bíró mégis 2-szer akut, szerintem nem ismernek, nem lehet mondani neki. Ó, na. Látom, hogy Robi már egy fejrugással indít, amit azért védett Dékány Zoltán. Zoli eddig türelmesednek tűnik, várja, hogy mit lép a makói fiatalember. Kemény combos. Lábsöpréssel próbálkozik. Egy combos után leosztani, de Robert azt mondom, hogy be is csúszott egy kicsit kezdjük. Oda kell ezekre figyelni, mert életveszélyesek tudnak lenni. Itt alapból ugye egy rugás majd 3-szor erősebb, mint egy ütés, szóval nem szabad ezeket még kezdjünk keresztül, és nem egy alkalommal lezárni, hogy lerugdossák egymást. Az emelk ott egy lengő bordára is becsúszott, szintén nem elhanyagolható a későbbiekben. Közben gyönyörűen védekezett egyébként a Makói Hajdú Róbert, azt láthattuk. Megálltak egy pillanatra, méregetik egymást. Zolinak a rutinja is lehet, hogy nem vesztette el a fejét, nem akarja azt, hogy ész nélkül visszaadni, várja a helyzetet. Ez rutin, tehát tényleg ez már rutinnak lehet neve, és amit mindkettőjükről persze el lehet mondani. Hopp, cég bal felütése, becsúszott oda, kezdjük azért. Dékány egy rugással, amit elvétett. Majd pedig az ökölét használta, de azzal sem járt sikerrel. Egy szép rugás Hajdútól. Fél perc, mondják az edzők. Ahogy Robi ismét egy szombra támadással próbálkozik. Hát a látközben, pedig szép rúgások követték. Gyönyörű szép akció volt, amiből 2-3 tiszta találat volt, a negyediket megint láttuk. Jön rá a válasz, ahogy nem jön. Hajtják a végét a fiú. Így van, és gyönyörű szép találatok voltak. Most a szegedi versenyző egy szombrugást vitt be, amire jött a válasz. Jött a kopogás is. Beszorult Robi a sarokban. Most pedig sarokba valóban. Sikerült kijönnie onnan, és pár pillanatokon vége, konkrétan ennyi. Mind a ketten jók voltak, én Robit aktívabbnak láttam, jóval több találatot vitt be. Így van, és igen, úgy tűnt. Tehát én is úgy látom, hogy kint itt a végén látszott, hogy a Dékány Zoli kicsit meghajtott az utolsó pár másodpercet, hogy a sarokba terelte Robit, ott azért elszaladt egy-két ütés. Így van, tehát úgy, és én is azt mondom, hogy ezen támadások alap, ami nálam is úgy, én azt mondom, hogy ez itt is így az első menetet Robinak szerintem nyugodt szíve. Én úgy gondolom, hogy oda lehet adni attól függetlenül, hogy azért kiegyenlített volt. Hát akkor bízzunk benne, a szegedi versenyző, lehet benne egy ilyen? Lehet benne ilyen, lehet, így van egyrészt az, hogy tapasztalt, meg ő nálam egy pláne, Zoltán pláne jellemző, úgymond, amit én magam is láttam, hogy ő sokszor a második menetre tér úgy magához, szóval akkor érje úgy ezt az üzemi fokot. Így van, szó szerint, szóval nincs kizárva az is, hogy most egy nagyobb sebességre fog kapcsolni. Közben láttuk, miatt... hogy Robi nem fáradt, itt ugrálva melegített a sarokban is, tehát egyáltalán nincsen fáradva. Volt jócskán ütésváltás mindkét részről, szóval tényleg azért látszik, hogy mindketten azért kondiban ott vannak, fő vannak készülve. Ez már hosszabb évek munkája mind a kettőjükben. Az akkor a második menetet mit kezdenek egymással? Oly, gyönyörű rúgás! Rúgás oldalba. A közönség meg is hálálta. Értő közönség figyeli Makóra az eseményeket. Robi támad, Dékány Zoli passzívnak tűnik eddig, passzívnak ebben a menetben, most indított fejre egy támadás, de így, és ezt ki is használta Robi ezt a fajta passzivitást. Nem tudta átvinni a lendületet, úgy tűnik az első menet végéről a szegedi Dékány Zoltán. Szépen gondolás volt, de hát Robi elugrott, nem. Ez gyönyörű fejrugás, ez megcsípte, földre vitte. Taktikusan le is rázta utána a kezét, ez kőkeményen, akkor megfeszült az ő, lerázta a kezét. Örjögött a csarnok, természetesen. És mosolyog. Makói versenyző, amikor támadsz. Élvezi a bunyót. Ez jó az ilyet megint csak látni. Felszabadulta, megvalósítja, amit akar.
Remélem, nem kiabálom eldöltünk, hogy meg lesz a második. Csúszás. A Robi mutatta és nem volt semmi probléma. Szilveszter ezt nagyon jól látja a vezetőbíró, hogy nem, itt nincs semmi olyan. Gyönyörű. Com. Még egy com. És fejre egy balcsapat. Fejre. De visszatámad, Zoli nem rendült meg. Van, nem adja ő meg magát, nem fogja, az biztos, hogy ő is az utolsó vércsepéig fog küzdeni. Kapott egyet jobbról is. Most kellene Robinak kicsit kijön a kötélytől. Igen, beszorult itt az utóbbi időben. Rászámolnak. Rászámolt igazából pont azért, mert összezárta magát fezezékbe. Ez a bírónak, még ha nem is látja, ilyenkor ő úgy veszi, hogy... Robi értetlenkedik, mondja, hogy neki semmi baja nincs, ő nem érti. Így a bírók meg, vagy a két edző egymás között megosztó, hogy semmi probléma nem történt először. Sportszerűség az nem csak bent a szorítóban, azon kívül is. És most már véget is ért. Ami most ugye a számolás miatt valószínűleg ezt a menetet nem adják oda Robinak, így akkor egy-egy lesz. A végén kapott észhez. Az utolsó menet fog dönteni, tehát Zoltán. Még parázsabb ütésváltásra számíthatunk, hiszen ezek után gondolom Zoli is tudja, hogy visszajöttek az esélyei. Bár ahogy látom, hogy veszik le Zoli sarkába a kesztyűt, most megmondom őszintén, nem tudom, hogy ennek mi az oka. Lehet, hogy ez kétmenetes mérkőzés volt csak? Mivel hogy a bírói lapokat szedik össze, akkor én is úgy látom, hogy valószínűsíthetjük, hogy igen. Így van, először azt hittem, hogy megijedtem, hogy esetleg sérülés miatt. És most emiatt az számolás miatt lehet, hogy döntetlenre fogják hozni a mérkőzést? Én nem mondom, tehát én a meccskép alapján, meg tényleg a tiszta találatok alapján, én azt mondom, hogy szeretem Robert, több tiszta találata volt, bár kíváncsi, várom én is azért az eredmény. Hát bízunk benne, hogy megnyeri ezt a mérkőzést, bár ez a számolás nem kellett volna. És a mérkőzés győztese 2-1-es pontozással. 2-1-es megosztós pontozással, tehát valóban tényleg szoros. Dékány Zoltán kihozták. És valószínű, tehát így van, ez a számolás miatt volt. Megosztott pontozás. Hogy nincs makói győzelem. Takács István adja át a kupákat, ugye a torna zsűri elnöke. Ő is színre lép a mai napon. És a másikat pedig Hajnó Robertnek a makogódók versenyzőjének. Óriási tapsot kap. A makói közösség őt látta jobbnak. Így van. És hát nagyot küzdött azért. Itt is meg tényleg az, hogy tehát itt megint csak egy nagyon jó színvonalas meccset látunk, ezt meg is hálálja a közönség. Azon felül, hogy persze nyilván ő érte szurkoltak, de azért hozzáérti a közönség, az mindig így van. És ezzel véget értek a kickbox, illetve a Thai box mérkőzések. Újra visszatérünk az ökölvívás világába. Balogh Zsoel és Rácz Roland fog megküzdeni egymással. Balogh Zsoel a Szegedi Box klubot erősíti, Rácz Roland pedig Vásárhelyről érkezett ide, Makóra. Kádár Sándor vezeti, ezt is hallhattuk közben, és 75 kg-os súlycsoportot láthatunk, méghozzá junior. Korábbi boxmérkőzésekhez képest komolyabb súlycsoportban vannak a fiatalok, és ugye junior korcsoport, tehát 16 és 18 év. Így van, ez már a felnőtt korosztály alatti, vagy a felnőtt alatti korosztály tulajdonképpen, tehát itt már tényleg nagyon sokan már ebben a korosztályban felnőtt versenyeken is elindulnak. Ugye itt már jó a fejlettebb, képzettebb, nagyon sokat lehet feltételezni. Szerintem ezen a mérkőzésen meg is fog mutatkozni azért. Na hát nézzük akkor. Piros sarokban Balogh Zsoel, kékben pedig Rácz Roland Vásárhelyről. Ugye az edzője Szalkai László, aki gyakorlatilag a neve összeforta Hódmezővásárhelyi box élettel. Így igaz, tehát én is amikor elkezdtem már az ökölvívást, már nem egy alkalommal ő vele is mentünk el versenyt, tehát illetve segített ugye egy versenye, valamint sok felkészülési meccsen is azért úgy összejárogattunk, tehát nagyon jó viszonyban vagyunk, mint ahogy a kör közben egy szép ütésváltást is láthatunk Joel részéről. És hogy még itt a küzdelmek előtt sétáltál, jártál, eltér mindenki, ez volt egy-két jó szavat, tehát ez egy nagy család gyakorlatilag itt a környéken. Így van, és ez tényleg emiatt is azt mondom, hogy nagyon jó már a sport, küzdősport, mert tényleg annyi barátra, ismerősre tesz szert az ember, amire szerintem, hogy az élet más részében nem igen fog, szóval nekem is azt mondom, a legjobb barátaim, de mindegy, szállig a sportból kerültek ki.
És ez ugyanúgy a riválosokra is jellemző. Sokan még a szorító, így van, ott össze tördelik egymást, véresen verik egymást, aztán lehet azon a festem, hogy egy diszkóba táncolok együtt, szóval tényleg ez hihetetlen, nem is tudom, hogy melyik sportág, én nagyon elfogult vagyok amúgy is a küzdősportágon, de ez tényleg jellemző, szóval ezt tudom. Nézzük közben a mérkőzést. Itt azért már tényleg súlyos a pofonok repülnek. Viszont a fülgesség az nem lankat, gyors mozdulatokat láthatunk. Hát még ezt a súlycsoportot olyan ideálisnak szokták mondani, tehát ez a 70-80 kg köztiek már elég erősek, de még mindig elég gyorsak. Így van, tehát pont ezzel megvan a látványosság, hogy a super... Oly, de szép találat volt vásárhelyi versenyző részéről. Joel megindult úgy előre, átvette úgy a kezdeményezést, holott idáig másodszándékból boxot, tehát próbálta magára húzni. Vásárhelyi Rolandot. Rácz Rolandot, igen. És az első menetnek vége. Szedik össze a lapokat. Közben nagyokat kortyolt a kék sarokban. Rácz Balogh Zsoánia pedig nem láttam frissítőt, vagy csak rosszul láttam, és ő tényleg nem ívott. Nem ívott, nem, ez is azt mondom, hogy versenyzője válogatja ki az, aki igényli, holott ott van ott, ugyanúgy a kulac, ilyenkor általában leöblítik gyorsan, hogy az arcát, a verseny izzadságot lemossák, ne folyjon a szemem, most például úgy iszik. Ilyenkor ugye kiér a sarokból, zihál, vesz még a levegőt, ilyenkor nem is szoktak egyből még neki vizet adni, pont azért, hogy ne nyelje félre, ne zavarja meg a légzését, ne törje, úgy azt meg kipihenni, mert tőle párkolt, átmossák a fogvédést, és kezdődik is a következő menet. Tehát ez egyénfüggő. Egyén milyen az egyének a szervezete? Mikor kell magához venni frissítőt? És akkor a második menet, Balogh Zsoel és Rácz Roland között. Vásárhelyi versenyző indul, de rögtön vissza is verték a támadását. Látszik Joelen, hogy nagyon élesen várja a támadásait Rolandnak, és azokat próbálja úgymond megtorolni sorozatokkal. Több-kevesebb sikerrel, de... Kontrázni szeretne, úgy látom. Így van. Ettől függetlenül szép ugrasztások mind a két részről. Azért azt meg oda visszatalálgatnak, szóval azt mondom, ez is ideig igencsak kiegyenlített. Balogh Zsoel sem hagyja magát persze pirosban. Próbál részt találni ott Rácz Roland védelmén. De azt látjuk, hogy támadnak. Megy egy ütéssorozat, egy kombináció, utána visszalépnek és gondolkodnak, várnak. Így van, ez a gondolkodás, várás, ez tulajdonképpen az, hogy próbálja készíteni. Tehát keresi a helyzetet, kicsit ugrazgatja, látjuk azt, hogy törzsből azért közben mozognak, lefelmozgatja. Tehát ilyenkor tulajdonképpen nem egy passzivitás ez, sokszor ez tudatos. Joel részéről pláne ő látom rajta, hogy húzza úgy magára időnként a Rolandot. Ő ezt szándékosan próbálja megvalósítani, itt is több-kevesebb sikerrel. Roland beugrásokból próbál találgatni, szintén több-kevesebb sikerrel. Tehát azt mondom, hogy mindkettejüknek azért vannak gyönyörű szép mozdulásai. Tehát a saját stílusukat meg tudják valósítani. Egy pillanat a sarokba is került most Balogh Zsoel, de szépen kikáncolt. Közben Roland elmosolyodott valami menet közben, azt láttam. Így van, Joel pont volt egy luftütés, tehát levegőt találta, és ilyenkor egy kis pszichológiai hadviselés az, hogy rámosoljuk, azt nézd meg, hogy ezt tudtad vele elérni. Ez ilyen kis hát, játék. Ezt a nagyok is használják, láttuk, ez box mérkőzéseken, akár kágy mérkőzéseken, vannak mindig olyan figurák, hogy hergelik az ellenfelet. Így van, bár azt mondom, hogy tényleg akire hat egy ilyen fajta grimasz, vagy ő akkor még nem kellő a versenyző. Tehát ezek mellett jó formán el kell menni és csinálni tovább a bonyokat. Azzal lehet a legjobban szóval. Hát azt is láttunk többször, amikor valaki hergeli a másikat, aztán egyszer csak pap egyet. Vége a második menetnek. Vége a második, valóban. Ez egyik, oda-vissza volt. Igen, az egyik legkiegyenítettebb meccs, az amit eddig láttam. És azt mondom, hogy szó szerint. Nincs könnyű dolga a bíróknak ilyen. Hát szokásos felállás, hogy látom, egyik versenyző ülve, másik állva pihen. Az edző utasításokat, a segítségeket próbál nyújtani. Mit mondhat ilyenkor Joelnek az edzője? Ilyenkor tényleg az jelen taktikáját próbálja úgy vagy megerősíteni, vagy pedig úgy változtatni. Te mit mondanál most, ha te lennél ott mellette, mit mondanál neki az eddig látottak alapján? Én személy szerint azt mondanám, igaz, hogy másodszándékban boxol, tehát magára hozzá, lehető függetlenül többet szól kell, tehát többet kezdeményezzen,
attól függetlenül, hogy azokat akarja majd nektek. Tehát én magyarán kezdeményezést javasolnék most jelen pillanatban Joelnek. Erre fel a vásárlói verseny. Ez meghallott, közben. Ő meghallott ezt nagyon jó, tehát így van valószínűleg is. Közelebb vagyunk a kék sarokhoz, igen. Így van, szépen leforgott Joel, amiből aztán vissza is ütött, jön, és válasz belőle. Tényleg nagyon jó. Lehet, hogy az utolsó meretre mind a ketten összekapták magukat. Csicsott. Most egy kis pihenés méregetik egymást. Így van, egy szép ütés Balogh Joeltől. Pedig ismét próbálta megsorozni az ellenfelét. Srác pedig szépen visszatámad, beszorította a sarokba a piros mezest. Bár én ütést nem láttam, szóval mintha betolta volna a sarokba. Igen. Nem tud most a vásárai rászolani, úgy látom, nem tud mit kitalálni, nem tudja megtámadni a szegedi versenyzőt. Ő vár, a szegedi vár. A vásárai meg nem támad. Így van. Valakinek most lépni kellett, és most Joel, igen. És Joel, tehát ezt ki is használta akkor. És most meg a vásárai támad vissza. Szépek ezek az oda-vissza támadások. Kiveszi magát egy ütés elő, de már mindjárt adja is vissza. Ez tényleg azért nagy munkát igénye, hogy ilyen szintre úgy eljussanak. Az első másodpercekben azt gondoltam, hogy ez egy nagyon kemény menet lesz. A fiúk azért tartalékonak még mindig, úgy látom. Így van, tehát ők azért... Lehet, hogy nem három menetes lesz a mérkőzés, arra tartalékonak. Meglepődnének ők is rajta. Bíró szétszedi őket. Most összeakaszkodtak itt a kék sarokban. Igen, méregetik egymást, majd igen, megsorozzák egymást oda-vissza. Most már a ring közepén Rácz védekezett. Nem sikerült egy felütés, és most tört véget. Na hát, én nem tudnám eldönteni. És hát nem csak a menet, hanem maga az összecsapás is véget ért. Nagyon-nagyon kiegyensúlyozott volt. Hajszállal a piros versenyt. Én azt mondom, hogy pár alkalommal úgy jobban meg tudta azokat valósítani, tehát azokat a kontra visszatámadásokat megvalósítani, amiből volt is aztán, hogy találat. De egyenrangú volt a egyenrangú, tehát tényleg nem volt itt, tehát egyikőjük részéről, tehát nem volt olyan pillanat, hogy bármelyik alárendelt helyzetben lett volna. Na hát nézzük, a bíró megfogja a karjukat. Kinek a kezét emelik magasba, ez a kérdés. Rácz vagy Balog? Érkeznek a lányok a serlegekkel. Ismét Erdei János fogja majd átadni a kupákat, és még várunk egyenlőre, hogy kinek fogja a nagyobbat. Számolják még a pontokat valószínű. Vagy esetleg egyforma lesz-e mindkettő, és akkor döntetlen. Innen úgy tűnik, hogy az egyik nagyobb, hogy ott sikerül bekukkantanom. Nem ér véget döntetlennel, az már biztos. Balogh Joel és Rácz Roland küzdelme. Feszült pillanatok előtt, ilyenkor tényleg mindig. Elkeveredtek a szavazólapok? Nem? Ott van Márton Imre. És szólásra emelkedik, úgy látom. Megosztott pont. Ahogy mondtuk, hogy egy hajszállal, tehát megosztott pontozás. Tényleg, én is azt mondom, hogy nem lehet elemetés senkinek, ugye ez a pontozás lapján megérdemelten. Azért tényleg Joelnek voltak azért, hogy több tiszta találata, jobban megvalósította azt a fajta bugyót, amit ő csinál. Megosztott pontozásnál mi lehet az oka, hogy mondjuk két bíró egyik versenyzőt, a harmadik, pedig a másik versenyzőt látja jobbnak. Mit láthatnak mást egy meccsen? Hát igen, tehát ez is adja, ugye nem egy esetben ugye a sok félreértést, illetve hát akár a bírói csalásokat is azért nyugodtan ide lehet sorolni, mert ugye az, hogy ez megítélés alapján történt. Tehát azért is nehéz a ökölvívás lepontozása, mert ugye kívülálló személyként, tehát az, hogy benyomás alapján tud. És hát ezzel azért tudnak manipulálni, hogy azért nem egy példa van sajnos, de bár itthoni akár nemzetközi viszonylatban is, hogy tényleg aztán hihetetlen pontozások tudnak születni, szóval az emberek csak fogják a fejüket, hogy milyen eredmények születnek. 64 kg-mal folytatódik Kóti László Makóról, és
És a mai este folyamán először egy színes bőrűversenyző. Zikiként említjük őt, így van, mert ugye a teljes nevét kimondanánk, akkor lehet, hogy a műsor sem volna elég hozzá. Tehát nagyon hosszú. És ugye a Szegedi Boxklub képviseli, és ez a mérkőzés pedig ifjúsági korcsoportban lesz. 3x2 percet fogunk látni. 64 kg-ban. Akkor te ismered a színes bőrű versenyzőt? Így mit tudsz róla mondani? Amit tényleg rá, most azon felül, hogy tényleg látszik rajta, hogy egy rendkívül masszív, tehát fizikálisan egy erős, nagy ütőerejű srác, aki ráadásul tehát tényleg egy agresszív bunyót is szokott csinálni. Tehát őről azt merném ugye elmondani, hogy itt is előrefele fog támadni, végig próbálja ugye a helyzeteket ezt már közben. Látjuk. Így van, tehát ő végig úgy terelgetni fogja, és előre felé úgy támadni, szóval ezt kell majd kihasználnia Lászlónak tulajdonképpen, tehát erre kell majd ellenszert kitalálni. Hát tudték, hogy kezdeményezőbb is egyébként. Hátra menetbe kényszerült. Így van, rá is tudta úgy erőltetni ezt, szóval tényleg úgy átvette már mindjárt úgy a kezdeményezést úgy az elején. Magához húzza. Így van, gyorsan szét is szedte őket, tehát ilyenkor amatőrben nagyon nem preferálják ugye az akaszkodást, vissza a papírba szétengedik őket. Igen, hárított először a makói fiú. Szép kombináció, tehát ott a balhorog szinte beakadt ott az álcsús környékére. És megint ott van a sarokban egyébként Kóti László, továbbra is már jó hosszú ideje, nem igazán tud onnan kitörni. Ilyenkor ők ellenek, úgyhogy egy kicsit elmozogni, tehát magyarán az, hogy nagyobb tér volt, tehát mozgástere maradjon neki. Igen, de szépen... szerintem a szegedi verseny ezt okosan, hogy a ring közepéről próbál boxolni. És így van, és lopja a távolságot, tehát úgy fog, így van, lopja a sarok fele teregeti, elélépeget, tehát tényleg ez a fajta terelés az, hogy... Gyönyörű szép elhajlást láttunk most a makói fiatalembertől. Megállítja a bíró. Így van. Mert folytatódik tovább. Megint fogásba menekülnek, de most maguktól szétváltak. Maguktól már szét így van, tehát nem fognak rajta. Ez a szép visszatámadás volt. És megint kívül van Kóti, megint beszúrt oda a semleges sarokba. De hogy kijött? Milyen lendülettel jött ki? És vége. Ott még a végére látszik még egyet azért, hogy oda. Megtudta oda, de nem igazán tudott átmenni támadásba. A Makó Budó Klub versenyzője. Hát igen, a szegedi versenyző maga biztosabbnak tűnt most tényleg, de látszik a lelkesedés Gál László. Kóti Lászlóban is. Aki nem fogja megadni magát, ahogy látom rajta, tehát ő a szellemes, hogy... Gál László a Szegediek vezetőedzőként mosolyogva beszélt itt a versenyzőjéhez, és most itt magyaráz neki, hogy hogyan is kellene folytatni, ahogy látom a következő. Ilyenkor tehát tényleg úgy közelem látjuk, hogy tényleg adogatja neki ugye a taktikai tanácsokat, ugye ezek a mosolyokkal egy lazább hangulatot akkor ott betenetett. Tehát nyilván ő itt kiszúrt az, hogy stresszben van a versenyzője, tényleg megy, és ezáltal hogy egy kicsit próbálja, ugye ő rámosolyogt, ez megnyugvást tud adni ugye a versenyzőnek, tehát ez tényleg is úgy válogatja. Kóti Laci lazítja a válizületeit még. Ki néz az ismerősökre? Hamarosan megszólal a gong, mindenki a ring közepén. A jelzésére vannak, ami meg is történt. El is indult a következő menet. Ismét szegedi támadásra indulunk. És egy gyönyörű visszatámadás. Nincs megijedve a makói fiú. Nincs, abszolút, hogy most volt pár parázsló támadása Zikinek, Bece nevén mondva, de nem illetődött meg tőle. Nem illetődött meg azokból vissza is indít, sőt ez szó szerint kitör ezekből a támadásokból. A közül azért becsúszik egy-egy-kettő, hopp, hogy egy jobb egyenes Ziki részéről volt. Megér is kapott egyet fülre azért, ha jól látom, egy balos. Vagyis a fülvédőre. Kesztyűre ment. Megálltak, majd pedig újra besorult a sarokba. Így van, és ez mondjuk, hogy az a legjobb védekezés a támadás. Tehát nem az, hogy összehúzza magát lefog, hanem az, hogy támadásra, és el is érte a célját vele László. Mindjárt hátrálásra kényszerítette Zigit. És két rajt jönni. Jöttek, viszont most ott a piros saroknál vannak. Tendencia, hogy látom, hogy Ziki valamelyik sarokba betereli a makói fiút. Aki kitör onnan, de hát lehet, hogy nem kéne hagyni magát. Lehet, hogy neki kéne átvenni a ring közepét valahogy. Így van sokkal, tehát nagy mértékben megnehezíti azzal a dolgát, hogyha ő bekezdeményezi. Nem is első talán, akkor csak hogyha akár kezdeményezés is szimulál, sokkal nehezebben ő támadja meg ez esetben a másik körülhívójuk.
nem sok lehet már hátra ebből a menetből. Most Makói támadás végre, itt a sarokba beteszi, de jól védekezik a szegedi. És hogy rápillantok a... Nem kell szólni, maguktól szétválnak a versenyzők. Ebből is látszik, hogy boxolni akarnak. És hogy rápillantok a papíromra, akkor Kóti László az utolsó makói versenyző a mai napon, akit láthatunk. Még két darab Szeged-Vásárhely összecsapást nézhetünk meg. Valamiért szólt a bíró ismét. Fülesen, most ki tudott jönni, de a fejébe bekapta. Szólt a bíró, így van, nem vette úgy észre, de azért ezt is figyelmeztetéssel tudják, hogyha már sűrűsödik. Gál Lászlótól most nem láttam mosolyt. Úgy komolyabban neki állt most úgy ott a utasításokba. Mintha jobban vissza tudta volna verni a támadásokat Kóti László úgy tűnt. Így van, ezek kitöréseivel azon felül, hogy tényleg megtörte Zikinek a támadásait, még azért jó pár tiszta találtat úgy be is tudott úgy szerezni, szóval tehát ezeket tényleg a utolsó menetben, igaz, hogy már fáradtak, de ez maradt ahhoz, hogy kellő mértékben ezt meg tudja nyerni ezt a meccset. Edzője megtörölgeti, friss levegővel. Ellátta, ugye a törölközője meglegyezgette egy kicsit, és harcra kész a makói fiú, és most már a szegedi is. Nézzük az utolsó menetet. Ugye a makói tájboxosok is biztatják a makói versenyzőst, hogy húzd meg, menj rá. Nézzük, mit tud ebből megvalósítani. És jön is előre. És nézd, úgy tűnik, hogy hatásos volt. Így van. Agresszív támadással kiindult, szóval oda kell figyelni, nagyon oda kell figyelni, hogy ne nyíljon ki közben a védekezése. Hoppá, egy szép jobbosodást találkozik itt, aki ezt ugye meg akarja torolni, tehát ő aztán továbbra is ott áll rajta. De most ő is a levegőt talált. Elégén főpörgették magukat úgy az utolsó mehetre. Most befogja a hón alá a makói fiú, a szegedit. Ezért a bíró szétszedi őket. És vissza a ring közepére. Itt érzik a bal jobbokat, aztán most átvált, ez már a 8-as kombináció. Hoppá, ott volt egy szép találat. Most a pirosból szépen átjöttek ide a kék sarokba. Az edzője figyelmezteti Zikit, hogy nem jól csinálja, legyen gyorsabb. Rá is kapcsol. Néhány fejesbe is talált. Így van, néhány nagyobb talált, úgy el is érte. Most kapaszkodik is Kóti Laci. Próbál pihenni egy picit. Bíró még mindig hagyja őket. Egy kapaszkodás. Ahhoz képest ez változás, amit láthattunk, hiszen eddig egyből szétválasztotta őket. Után tántorog a makói fiú. Amiben nagyobb mértékben most még a fáradtság van benne, de bízunk benne, hogy nem pedig az ütés miatt volt, hogy a tántorgás. Számolni fognak. Így van, itt valószínűleg becsúszott már egy olyan pofon, ami miatt ugye a bíró testre is kapott egyet a végén, úgy láttam. Pláne fáradtam, ez... Nem támaszkodhatott. Szegedi verseny. Megugol Laci. Erőt gyűjt, de bolyint, hogy ő harcra kész. Folytatja, tehát látjuk, nagy küzdő szellem az. És szívósak a makójak. De közben pedig véget ért egyébként. Kóti László és Orojovi Isaac, tehát Ziki küzdelme. Összegyűjtik a pontozólapokat. Az utolsó menetről összeszedte magát, úgy láttam makói Kóti László kérdés, hogy mennyire volt ez elég a pontozó bíróknál. Ez valóban, szóval tényleg a menetet nagyon jó kezdett. Ezek a kirontásai és sorozataival szintén azt mondom, hogy jó találatai voltak ezzel. Viszont Kondiba, hogyha tudta volna még ezt tartani, mert itt egyértelműen a fáradtság volt az, ami visszavett, ugye. Tehát, hogyha ezt tudta volna tartani, akkor úgy gondolom, hogy ez a harmadik menet oda is lehetett volna neki adni. Így viszont Ziki őt föl tudta őrölni. Tehát jött előre ez a racsolós bunyájával, ott volt végig rajta, és ez nem is fizikális, hanem mentálisan is megtörte Lászlót. Az utolsó makói versenyzőt láttuk tehát a negyedik Erdély János emléktornán. Orosné és Pák Hedvig lép a ringbe. A szoktatási, művelődési, egészségügyi, szociális bizottság tagját, hogy majd átadhassa a kupákat, amelyikor is Takács István látnéz, hogy kész van a... Egy hangú pontozás adjön a kék sarokban, Orojeve,
Megérdemelte tényleg az egyrangú pontozás is. Kezet fognak, megölődik egymást. Sportszerűen. Nagyon sportszerű a jelenet. Két makói győzelmet látunk, hogyha jól számoltam még hozzá Thai Boxban. Nagy Gergő megnyert, Hajdú Robert viszont elveszítette a mérkőzését. És az utolsó két mérkőzés, ugye, amely talán a legkomolyabbnak tűnik így a rendezvény felépítése során is, ugye egy 75 kg-os és egy plusz 91 kg-os mérkőzés. Sajnos makói versenyzőt nem láthatunk, de reméljük, hogy a színvonal azért el fogja ragadni a nézőket. Eddig sem voltunk panaszra, úgy gondolom, hiszen nagyon jó meccseket láthattunk. Még azt gondolom, hogy mikor makkójak játszottak egymás ellen, még akkor is látunk azért szép dolgokat. Látom Kis Máté itt előttünk, a Hódmezővásárhelyi csapat tagja, elég elszánt tekintettel készül a mérkőzésre. Ő már készen áll, mint ahogy ellenfele is a túloldalt, úgy látom. Berta Tibor. Itt már külön, hogy most rájuk szóltak úgy a mérok, a fejvédő, velem voltak úgy megegyezve, ahogy látom, tehát most hozzák neki is úgy a fejvédőjét, hogy a jelen szabály szerint már a felnőtteknél nem kell, nincs fejvédő. Most jelen pillanatban valószínűleg, még megítélték nekik, hogy legyen, úgyhogy most azt várjuk, hogy szerezzenek ide a kék sarokba. Egyébként mennyire segítette az amatőrök ölvívást, hogy eltörölték a fejvédőt? Mennyire volt ez jó döntés, vagy éppen rossz? Én olyan téren azt mondom, hogy jó döntés volt, hogy ezáltal nem olyan személytelen az ökölvívás. Mert tényleg idáig ugye ránéztek egy amatőr meccsre, azt mondták, van egy piros, meg egy képesenző érzelme, arci érzelmeknek, így van minden. És így azért jóval látványosabb, tehát nem is az, hogy esetleg a sérülés miatt, meg minden, mert így az persze nagyobb az esély a sérülésre, de viszont sokkal inkább személyhez kötött lehet. És ez is volt egyébként nekik a céljuk, meg egyúttal az, hogy ugye kicsit a profi szabályrendszer felé vigyék az egészet, így van, aminek ugyebár nagyobb a négyzettsége. Meg fejvédő nélkül talán nagyobb az esély arra is, hogy egy gyűjtés jobban betalál, hamarabb véget, tehát látványosabbá is válhat a sport. Így igaz, látványos, tehát itt is az, hogy tényleg az, hogy a nézők csak a színvonalát úgymond megtartsák, már sajnos ennek is visszaesett a nézettsége ugye az utóbbi időben, ami árta, hogy a birkózás mellett itt is azért megint volt, hogy egyáltalán az olimpián maradjon, de hát hilál Istennek, akkor nem került már. Úgymond megszokhatják, és esetleg többen is átmehetnek a profikhoz. Így van, amiről már beszéltünk, hogy tényleg ráadásul nagyon jellemző, hogy az amatőrök között már fiatal korban is, tehát itt 18-20 éves korban elmennek profinak, és ennek a kivédésére hozták létre ezt a úgynevezett félprofi ligát, ami által hatmenetes mérkőzők fejvédő nélkül, trikó nélkül, tehát szinte profi szabályrendszer szerint, de azzal megküldés, onnantól tud továbbra is amatőrként. Ezt akartam is kérdezni, mondom, van egy kis időnk még a mérkőzés kezdeteig, hogy nagyon sok, akik néznek profi boxot, ugye látják, hogy a dél-amerikai országokból, ugye a kisebb súlycsoportokban rengeteg versenyző van, akik nulla amatőr múltal egyből profiként kezdenek. És furcsa, amikor összeállnak egy olyan versenyző, aki még európai múltal rendelkezik, vagy orosz, vagy fákország, vagy európai, aki amatőrbe világbajnok volt, olimpiai bajnok, és egy olyan ember, aki sose volt amatőr, mégis föl tudja venni vele a versenyt utána. Hát így van, pont ez azt mutatja, tehát hogy mindjárt a profi szabályrendszerbe csöppent bele, az abba kezdett úgy bele. Tehát nem jelent tulajdonképpen akkora hátrányt az, hogyha nem voltak amatőrbe meccsek. Az egy jó jel, jó elő. Mi iskolázottabb az ember, hogyha ha amatőr volt. Iskolázott, de van arra számtalan ellenpélda is van rá közben, ugye el is kezdődött. Berta Tibort láthatjuk pirosban. Kékben és akkor érdekesség, Kis Mátét Vásárhelyről. A vásári fiúnak nincs fejvédője, a szegedinek van. Hogy is teljesen, van ez? Teljesen szabályos. Ugye már teljesen szabályos. Annyi, hogy most tényleg meg van engedve itt a fejvédő pont azért, hogy még tulajdonképpen átmeneti időszakban. Most a világbajnokság az első olyan nagy nemzetközi verseny, ami jelenleg is zajlik, hogy már nincs fejvédő ugye a versenyzőkön, de nagyon sok helyen még előírás a fejvédő. Szóval úgy mondom, hogy most még egy ilyen átmeneti időszak van, ami valószínűleg most ez a verseny is bele tartozik. Elég parázsgis mérkőzésnek indul. Máté igen, csak úgy belekezdett, úgy szaszol, hogy a hanyag eleganciával elhanyolgatott most ezek elő. Belereng az egész ring, nézd a köteleket. Bíró megállítja, és mehet tovább. No? 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 Ki mer?
Végül is együttesen kezdték el a mozdulatot. A bíró szólt nekik, hogy emeljék a fejüket. Oho. Az jobb, igen, beszaladt. De nincs nyoma egyenlőre. Így van, nem volt nagy találat, de viszont azért ott ült. A bírók azért látják ezt. Így van, ők látják, így van, így van. Tehát nem szabad az ilyeneket sem elnyerni, tehát ezt Tibor. Mert a Tibor egy kicsit vékonyabb, magasabb, ő próbál messzebbről boxolni, a vásárlói fiú meg úgy látom, hogy szeretne közelebb menni és erőből boxolni. Így van, rövid karú ütésekkel, sorozásokkal megszorongatni. Megy és előre, megy előre, összefognak. Ilyenkor kell vigyázni, hogy meg ne fejelje ugye az alacsonyabb, a magasabb versenyzőt. Kopogtak. Nézzük. Megint a sarokban a piros. De én nem nagyon látok tiszta találatokat. Nem volt ez, inkább úgy dulakodásnak tudja lenni, szóval. És elrökött villám gyorsan. Aktivitás tekintve a kis Máté Hódmezővásárhelyen aktívabbnak tűnt, támadóbbnak tűnt. Agresszívebb volt, támadó, nagyobb kezdeményező készsége volt. Mondjuk Berta Tibor vagy Becenevén Szasza, ő okosabban próbált boxolni. Így van, ő próbálta kihasználni a magasságbeli különbséget és próbált beszúrogatni. Azt mondom, hogy több-kevesebb sikerre, bár nekem így most így letisztultabbnak tűnt így a bunyójától, vagy a találatoktól függetlenül. És nézd, milyen jól esett a friss levegő Berta Tibornak, hogy ott legy eszközben az edzője. Így van, mert tényleg tehát ez a sok dulakodás, tehát ott, amikor közelharcban ott vannak és megy, ez a dulakodás, akár fogása, akár ezek a rövid kerültések, jócskán ki tud ülvenni, tehát nyilván neki is azért, hogy jó jött azért ez a szünet, annak ellenére, hogy azért nem egyikőjükön se látszódik az, hogy kivonálnak úgy fáradva. Folytatódik a mérkőzés, miközben a második menettel. Összeérintik a kesztyűjüket és már indul is a második menet. Tapogatóznak egy kicsit. És megint a vásárlói fiú indul meg, de meggondolta magát. Meg, igen. Így van, leforgás a távolról. Támad vissza Berta Tibor. Ez mint egy elérte volna Mátének az arcát, a Tibornak az ütése. Hoppa, volt egy oda visszatalálat. Igazából. És most itt zajlik a küzdelem már egy jó ideig itt a kék sarokban. Most is az látszik, hogy a szegedi fiú, mintha kicsit okosabban boxolna, várna egy kicsit, és utána... És abból viszont visszatámad, igen. Így van, tehát nem az, hogy csak ki akarja venni magát a bunyóból, nem tudja, előkészíti ugye ezekkel. Szóval tényleg tartja azt a fajta távolságot, nem akarja közel engedni. Kis Máté meg úgy néz ki, mint egy kicsit az erejében bízna, mintha nagyobb ütőnek látszana. Szép kettős találat volt, tehát azt mondom, mind a kettő. Ismét ő kezdeményezett, és most már neki is vérzik az óra. Ilyenkor nem állítják meg a mérkőzést megtörölni? Vagy... Már pont azt figyeli a bíró, hogy amúgy szerintem, hogyha éppen nem lesz a gong szó, szerintem meg fogja állítani és megtörölgeti ilyenkor az orvossal, ugye. Mennyire akadályozza ilyenkor a küzdelemben a sérült versenyzőt, mondjuk egy orvérzést? Érdemben nem akadályozza, de tény, hogy így van a légzést azért viszont úgy bele tud variálni. És ott a fogvédő is kirepült közben. Áll a mérkőzés, megmossák a fogvédőt. Hát kemény küzdelem egyenlőre. Az tényleg mind a kettő odaállnak is, tényleg szó szerint, hogy oda csapdosnak egymásnak. Jócskán. És folytatódik tovább. Egészen eddig? Pár másodpercig. Na hát egyre érdekesebb a kép. Két különböző stílus, két különböző felfogás. Mind a kettőnek van. Ugyanaz a fajta küzdőszellem, tehát azt mondjuk győzelni akarás. Ebben hasonlítanak. Ez megegyezik. Ez teljesen személyiségfüggő, vagy a kluboktól, edzőktől is függ, hogy milyen mentalitással boxolnak a versenyzők. Tehát mindenkinek személyre szabott, vagy az edzői befolyásolja? Nagy mértékben személyiségfüggő, tehát azt mondom, nagyobb részben személyiségfüggő, de ugyanakkor, hogy említetted, hogy a
az edzői mentalitás is ráragad. Szóval nagyon sok esetben nem is az, hogy csak mentalitás, de az edzőnek, hogyha annó boxolt, azt a fajta stílusát is fel lehet ismerni, nem egy bonyolult. De hogyha van egy ilyen rakkolós, belemenős, kemény fiú, aki kicsit agresszív, előrefele szeret menni, bízik az ütőerejébe, azt vissza lehet valahogy fogni és kicsit át motiválni arra, vagy átformálni arra, hogy egy kicsit óvatosabban boxolj, szurkálgass. Vissza, sőt kell is. Szóval az hogy tényleg a saját stílusát meg tudja valósítani, ahhoz mindenféleképpen kellenek ezek, így van. Szóval nem lehet az, hogy úgy ész nélkül tényleg azért úgy beleugrágasson mindenbe. Elkezdődött közben az utolsó menet. Húj, de egy kemény ütés ott. És találat, nem tartom kizártnak, hogy át is szaladt. Éppen Mátén, annak ellenére nem látszik, nem... Igen, most már Tibor látszik aktívabbnak, így a harmadik menetre. Támad, ellép, támad. Valami, mintha elfogyott volna Mátéval. Nem támad ilyen hívvel. Amilyen jó kezdte annyira. Igen, itt kicsit kivett belőle az a fajta vehemencia, amivel úgy bekezdett, ennek ellenére megcápolt a lőcsúnyát. Lehet, hogy csak altatta az ellenfelét, aki majdnem kiesik a ringből közben. De mintha mi se történt volna, megy tovább a mérkőzés. Szól az edzője Máténak, hogy ne lógassa a kezét. És megint ez a méregetés, amit oly sokszor láttunk eddig ezen a találkozón. Igen, ebben már a fáradtság is ugye bennem, ahogy tényleg az ilyenkor már kimértebbek, egy kicsit taktikusabbakká válnak ugye. Máté majdnem kitolja megint a ringben az ellenfelét. Most már csak a legfontosabb ütésekre koncentrálni. Valóban. Ennek jó neki indult Tibi. Utolsó 10 másodperc, fogásba menekülnek, ennek így lesz vége már a mérkőzésnek, valószínűleg ütés nélkül. Nem. Nem, még ott bevisznek egyet-kettőt, és most. Belefért. Jó kis mérkőzés volt az. 75 kg-ban tehát. Mind a két fiú jó mozgott, kitette, oda tette magát. Így van, voltak folyamatos, az éles helyzetek voltak, tehát nem... Tipikusan közönségnek való mérkőzés, tehát amit lehet élvezni. A Szegedi Berta Tibor és a Vásárhelyi Kis Máté között 75 kg-ban felnőtt korcsoportban. Nálam Berta Tibor egy hajszállal jobbnak tűnt, de hát majd a bírák eldöntik. Én úgy mondom, hogy szerintem ki fogják őt hozni. Megkockáztatom azt is, hogy egy hangú pontozással. Mindjárt kiderül. És aztán készülünk a rossz hírunk van a kedves nézőknek, hiszen utolsó mérkőzés következik. Csala Zoltán nem is akármilyennek érkezik, hiszen 91 kg-os súlycsoportban. Akkor mi is jól láttuk a mérkőzést, minden lentről a kommentátori állásból. Valóban Berta Tibor egyhangú pontozással hozta a mérkőzést. Szabó Zoltán adja át a díjakat. Egykor is, akkor ökölvívó. A győztes piros sarokban élő Berta Tibornak adja át a nagyokubát. Majd pedig Kis Mátén a Hódmezővásárhelyről pedig a másikat. Hát gratulálunk mind a két fiúnak, jó, tényleg mert, nagyon jó meccset hoztak össze. Jó, mert tényleg látvány, nem kellett unatkozni sokat, hogy ez a meccs, az biztos. Nem kellett de azt azért elmondhatjuk, hogy még egy mérkőzés van hátra, de az összes eddigi meccsen egyszer se éreztem azt, hogy valaki alibiből boxolt volna, hogy fölmegyek, de nem érdekel annyira. Nem, mindenki ott tette magát szívvel, lélekkel. Az biztos, hogy tényleg felkészülte. Jó küzdelmi tudás, akarásra. Átokodott, tehát tényleg nem, én magam sem tudok most így kivételt mondani bennem. Körülbelül 10 percünk van még a mai közvetítésből, mert ugye egy mérkőzés van hátra. Még használjuk az időt, míg a következő két versenyző elfoglalja a ringet.
láttad most itt a makói fiúkat, lányokat, mit tudnál javasolni itt a makói boxolóknak elsősorban, de akár a többi kickbox, thai boxosoknak is? Mire figyeljenek oda, mivel tudnak még jobb eredményeket majd elérni? Én inkább azt mondanám, hogy folytassák ezt a fajta felkészülést, meg ezt a fajta meccseket, amit itt is csináltak. Az edzők tényleg ott vannak rá, tehát ők nagyon jól tudják azt, hogy tényleg most azért nem is akarok ugye ebbe beletenni, hát komoly szakemberre vannak úgy körbevéve. Én inkább azt akarom, hogy a továbbiakból, hogy ez a fajta lelkesedés, ez a fajta küzdelmi akarás, ez maradjon meg. Tehát erre külön alapján, ez legyen, ennek meg lesz az eredmény jövőben, mint ahogy az itt is megmutatok, hogy összes meccseket mindegy szállig azért visszajött az a fajta vehemencia. Na, és akkor nézzünk a ringre, mert itt óriási ováció volt az előbb, és hát egy óriási embernek. Elég komoly mérkőzés elé fogunk nézni, plusz 91 kilóban. Csala Zoltán. A ringben már, igen. Vásárhelyről. És most ment fel a kék sarokhoz Balázs Lajos. Jól láttam, egy arc tetoválással. Meglehetősen nagy hasonlóságot mutat Tysonéhoz. Ugye meglátjuk, hogy a visszafordul, de valójában tényleg. És Balázs Lajos Szegedről, aki a kék sarokba foglalja el a helyét. Hát ugye itt már nagy súlycsoport, látszik a mozgáson, látszik a felépítésen. 3x2 perc, mondják be. Mire számítsunk? Ugye ez már más kategória. Ez más kategória. Tehát itt minden pofonnak súlya van. Pont ezt akartam mondani, hogy itt egy együttés tud dönteni, itt szigorú tekinteteket látunk. Így van, sehol. Látszik, hogy itt a pszichológiai hadviselés ez megkezdődik. Hát így van, tehát itt tényleg az hogy itt már önmaga súly miatt is, tehát az, hogy egy-egy kószaütésre is be tud fejeződni a mérkőzés. A mai nap fő meccse, nyugodtan mondhatjuk. Balázs Lajos bekezd, kettős fedezékben van a... És már mutatja is, hogy támadást akar visszafele, mert bele akarja tenni magát az ütésbe. Tehát erre válaszolt most már is kapja, igen. Zoltán mindjárt reagált is rá, tehát... Alaposan bekezdtek mind a ketten. De, tehát itt nem volt a pogotozás, nem volt itt taktika, hogy el akarják dönteni a meccset. Megint kettős fedezéket ütött Balázs, próbálja bontani alulról. Ki is szúrta, hogy szépen oda kezdjük, mögé oda lehet rakni testre a felütéseket, lengő bordára. Aj, de szép, egy jobb egyes. És megint. Csak az oldal most visszatámad. Visszatámad, hogy veszélyes támadások, mert látszik, hogy a súlya benne van. Igen, így van, így van. Tehát nem lehet ezeket félvárok kezel. A kesztyű közbe fért. Ezt gyönyörűen 20-adjára megcsinálja, hogy a kesztyű közé be tudja rakni a jobb egyenest. Későbbiekben nagy bajt is tud okozni. Hoppa, valhorog. Oda kellene még a felütésre. Megint a vásári versenyző támad. Hoppa, igen. Jobb felütés. Nem engedi le a kezét Csala Zoltán. Kemény kettős fedezékkel próbálja hárítani, csak hát néha átfér közte. Szolit arra biztatják, hogy dolgozzon, menjen előre. Meg is fogadja a tanácsot. És jön, tehát tényleg amilyen nagy lendülette ugye bekezdett Lajos, tehát nem törte meg. Zoltánt ugye... Sinálja tovább bunyóját. Hú, volt bődület, hogy gyúrogtatni. Óriási hangja volt. Azok, tehát ezek tényleg... Igen, mert Csala Zoltánnak fönn van a kettős vedély, nem engedi le a kezét, viszont Lajos megtalálja az ellenszert, tehát akkor megy könnyék alá, így van, könnyék alá, a lengő bordája dobálgatja oda ezeket a felütéseket, nagyon kellemetlen tudám lenni, tehát tényleg oda szépen be lehet szúrni oda a könyöke alá, ugye nagysúlyban oda dúrogtat egy-egy ilyen nagy ütést. Fú, nagyon demoralizáló, meg hát rengeteget kivesz az emberről. Egy gyönyörű van egyenes. Csű, de jó. Pedig folytatás. Jó kis meccs, jó kis meccs. Nem fogja megadni magát, az biztos. És vége az első menetnek. Azt mondom, kiegyenlített lett a vége. Ahogy elkezdődött, úgy gondoltam, hogy Lajos fogja irányítani végig, de a meccs második felében Csala Zoltán egész jó akciókat elindított, sőt, időnként úgy meg is fordította a meccsképet, úgyhogy azt mondom, hogy ez nyugodtan lehet egy ilyen X-re, kíváncsi volnék a legbírókban is, hogy hogyan fogalmazódik meg, de szerintem ez X-nek azért bátran ki lehet.
Hát én várom a következő menetet, mert ennél csak, hát, ha ennél is jobb lesz, akkor nem fogunk panaszkodni a mai utolsó mérkőzésre. Hát nem véletlenül, hogy így felépítve ugye a boxgáláknak is a sorrendje, tehát a végére, a legjobbat. Egy dolog tud itt gátat szabni ennek, az pedig a kondíció. Tehát ugye bár az, hogy itt azért olyan lendületek kezdtek egymásnak, ami ugye a kisebb súlyokban is azért úgy viszont. Szóval itt azért meg tud lenni ennek ugye a hátránya is, hogy az utolsó menetben már általában egymást nyakán lógnak. Mi a kockázata ilyenkor egy-egy bekapott nagy ütésnek is, hogyha valaki elfárad azért. A második két perces folytatódik. Most Csalo Zoltán indul előre. Elindult előre. Balázs Lajos visszatámad. Szó szerint meg vannak feszülve mind a ketten, szóval tényleg látszik, hogy mindenre reagálnának. Duplán fárasztó tudva. Hopp, oda mennek a balfelütések. Oly, de szép bal egyenes volt. Viszont ha jól látom, vélezik az óra a Lajosnak. Így van, ászt a mindenit. És belekezdett a nagy súlyos ütésekkel, életveszélyesek ezek. Azt a mindenit, és ő... Igen, tehát így számítottunk ilyenre. Hát nem tudom, végigmegy a mérkőzés. Igen. Kíváncsi leszek. Lajosról is, meg Zoliról is tudni kell, tiszta szívbúniósok. Szóval ők nem fogják, csak akkor, hogyha már nem van a padló. Akkor lesz vége a meccs. Nem fogják megadni magukat. Még egy. Újabb ütésbe vitt közben Ez az, amikor is rajtuk fel, lehet látni rajtuk az érzelmet. Látszik, Lajos is fújt egyet, el van torzulva, győzni akarnak, és nem agresszió ez a győzelmi vágy. Tetszik, kifejezetten jó. Úgy látszik. Lajos nagyon meg folyamatosan. Egy hatalmas nagy... Jó felítés. Véres az arca. Számolnak Lajosra, igaz, hogy nincs meg, én úgy gondolom, hogy nem szaladt át az ütés, de inkább itt az a passzivitás az, ami ilyenkor a bíró úgy számolásra jutalmaz. Igen, nagyon-nagyon veszi a levegőket, és fáradt már. Így van. Tehát sokat kapott most ebben a menetben. Rengeteg kapott Balázs Lajos. Igen, abban biztos vagyok, hogy most Lajos visszafog ebből, tehát nem fogja hagyni magát. Tehát az hétszentség, hogy vissza akarja ezeket adogatni. Csala Zoltán átvette a vezetést, úgy látszik. Hát ezek, így van, megint a jobb egyenes. És jött rá a balról, ez a szép, tehát erre mondják, mikor nyílsz is, akkor se egy mes. Nem taktikázni, oda vissza, különösebb előkészítés nélkül. Tehát látszik itt a sarkokban is, hogy az edzők, vásárhelyieknél, Szabó Szilveszter, meg itt a Daddy, meg Gálaszi is, hogy még a második menetnek, szóval szerint, és akkor élvezik az egészet. És akkor biztos, hogy lesz folytatás. Lesz bizony. Egy menet van hátra a negyedik Erdély János emléktornából, és azt gondolom, hogy méltóan emlékeztünk meg Erdély János magui olimpikon boxolóra. Nagyon jó meccseket látunk a mai napon, ez az utolsó meccs pedig fölteszi a koronát mindenre. Így van, de ezt szeretném, tehát ez olyan, azt mondom, közönségmes. Sokszor ezt akarják. Csúnya dolog, amit mond, de tényleg az, hogy vér drámát akarunk látni, ez megvan. Tehát tényleg ők oda rakják magukat. Jó választás volt. Így van. Nem tudjuk, hogy ők ismerik-e egymást, boxoltak-e már korábban egymással? Tudomásom szerint nem, lehet, hogy csak edzőmérkőzésen, viszont személyesen ismerik egymást, és jó viszonyban is van, hogy ne is mondjam, hogy kifejezetten jó viszonyban vannak, amit látjuk, hogy itt félretettek. Na nézzük az utolsó 2 percet. Megszólalt a gong. Nálam most már Csala Zoltán vezet. Nézzük, tud-e fordítani Balázs Lajos. Balázs táncol körbe-körbe. Igen, ezeket a jobb egyeneseket kellene továbbra is Lajosnak erőltetni, ezek a szűk jobb egyeneseket, mert azok becsúszkálgatnak kesztyű között, ugye Práne fáradta most már Zoltán, azt akkor továbbra ezt kéne erőltetni, a higgadságát meg kéne tenni. Tehát itt csak úgy tud meccset nyerni, higgadt marad, de viszont azokban beleáll. Hoppá! Zoltán viszont be akarja fejezni a meccset, tehát ő nem akarja pontozókra bízni itt a döntést. Biztos, hogy nem három, csak 2 perc, hogy menet, de az megvadult, sok neki. Megvadult itt a végére, pedig aggódtam, hogy el fognak fáradni azért, mert nagy lendületek kezdtek, szóval minden elismerésem, hogy így tartják magukat. Erről szó sincs, mint láthatjuk. Így van. Végig. És mint amíg mosolyogna is közben, hogy támad. De úgy látom. És az elején még próbált támadólag Balázs Lajos fellépni, de nem tartott sokáig a lendülete. Látod, tehát ez az, amikor nem akarnak fogni, győzni akarnak. Tehát nem akarok most példaként említeni profi nehézsúlyokat. Nem fogni akarnak, nem egymás nyakába. Ez szóval ütnek. Azért box.
Tehát ez kell csinálni. Van fejlődni való, nyilván lehet csiszolódni, tehát rengeteg fejlődni valójuk van, nem, de az, hogy győzni akarnak is ütéssel, nem pedig az, hogy lefogom a másikat, azt majd szétválaszt a bíró. Eszmélet, ez tetszik, én az ilyeneket nagyon szeretem. És ez egy jó reklám az ökölvívásnak, ez a mérkőzés. Az, igen. Nem akarok ellenreklámot mondani, már szerintem sokan tudjuk, hogy kikre gondolunk, de állj, de jó. De... Csala Zoltán támad, de Balázs Lajos nem bagyja magát. Nagyon jó mérkőzés. Kidobja a fogvédőjét. Kicsit úgy jelkeselet, nem szabad, repül egy kesztyű. Nem szabad, kesztyű kirakolt. Ezt nem szabad, hogy kidobja a fog. Idegen. Így van. Ez viszont, tehát ilyet nem szoktunk ugye engedni, hogy a fogvédőt elrúgjuk, elhagyjuk, kesztyűt el. Nem, ilyenkor tartani kell, mert hogy úgy is érezik, hogyha elmegy a vers, pont azért szép, úgy, a küzdős uralkodik magán, uralkodik az érzelmei fölött. Ezt ilyenkor is meg kell, hiába ért véget a mérkőzés, azt meg kell tartani. Edzők is csak mosolyognak rajta. Engem, így van, mutatják, és pont azért unyorítottam engem célzott közben. Mert így van. Kommentárokat, azért is próbáltam olyan kommenteket mondani, amit utólag visszanézik a meccset, nehogy megtorlás legyen benne. Ez egy kihívás jövő hétre. Két versenyző a ring közepén a bíróval. Nem látom, hogy hol tartanak a számolásban, de szerintem perceken belül eredményhirdetés lesz. A kupák már bent vannak a ringben. Ki fogja átadni őket, azt még egy hangú pontodással győz. A piros sarokban Csavar. Megérdemeltem, de semmi jó a szégyenkezni Lajosnak sem, mert tényleg nagyon jó meccset csinál. Jó volt, egyszerűen jó volt Zoltán. Meg tudta ő is valósítani, rányomta a agressziát, az előrefele bunyóját, rálőzítette Lajosra. Kiváló érkezés. Így van, egy tiszta meccs volt. Tehát úgy mondom, hogy minden téren. Földesi Csaba adja át a kupákat a Makó Búdó Klub ökölvívó szakosztályának vezetője. És akkor amíg a díjat átadják, akkor mi köszönjünk el a televízió nézőktől. Jó rána nézek, hát majdnem 2,5 órán keresztül zajlottak itt a mérkőzések, reméljük, hogy élvezték. Oltanyi Dávidnak köszönjük szépen, hogy itt volt velük, és szakértő kommentárjával segített, hogy élvezhető, a közvetítés. Én köszönöm egyáltalán a meghívást, de ettől függetlenül tényleg azt mondom, hogy élmény volt úgy kommentelni ezeket a mérkőzéseket, annak ellenére soha életemben nem csináltam ilyet, de kifejezetten jól éreztem magam, és tényleg erről azért bunyósok, vagy a harcosok tehettek, most harcosnak nevezem őket, hogy megkönnyítették a dolgomat, volt miről beszélni. Méltó volt Erdély János nevéhez, ez az emléktorna, az minden mérkőzés. Reméljük, hogy következő esztendőben ugyanilyen, vagy akár még színvonalasabb versenyeket hoznak létre. Aki látja ezt a felvételt, az legközelebb jöjjön el. Így is nagyon sokan voltak, de hogyha a sportcsarnok elkészül, akkor a sportcsarnokban még többen be fogunk férni, úgyhogy jövőre jöjjön el mindenki. Nagyon-nagyon jó meccseket lehetett nézni. Köszönjük szépen a figyelmet, viszontlátásra! Viszontlátásra!